Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani Feri, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Szevasztok, sajnos nem. Igen, milyen jó lenne. A rácsok mögül mi, végre itthon. Figyelj, egy héttel ezelőtt tényleg ott kivettünk, ott volt 1000 ember, mindenki mosolyog, mindenki örül, és azt mondtad, hogy jó reggelt kívánok, kedves soproniak, és onnantól kezdve pedig dózerózunk, de jó volt. És ott volt mindenki, és üvöltött. Pontosan egy hete így van. És jó időnk is volt egyébként. Én a csütörtök pénteket már időjárásilag kevésbé szerettem, sőt, hát a csütörtököt azt kifejezetten utáltam. Talán volt is rákunk, nem? Csalgótarján az combos volt. Pénteken viszont gyerekek megúsztuk, amit meg lehetett. Szóval, hogy az ország összes pontján szinte esett, és ott az Örsvezér tér fölött keletkezett egy ilyen vákum, nem? És ott, igen, nem esett az eső, az nagyon nagy mázli volt. Állandóan kimentünk a stúdió elé, fölnéztünk, hogy megnézzük, hogy hát, ha felettünk valamilyen ponyha, vagy valamilyen terasz, vagyis, de nem volt. Nem. Gyakorlatilag 4 órán keresztül kegyes volt hoznánk a jó Isten. Igen, és újra rácsok az ablakon, gyerekek. Nézzétek meg, igen, milyen szép, milyen festői ez az épület, ahogy rohad, nem? Rácsok az ablakon, tehát, hogy egyszerűen gyönyörű épület. Így van, hello van. Előzetes feeling van. Így van, igen. Híres valaki, tök igaza van, srácok, újra rácsok mögött. Bizony. 5 nap feltétele szabadláb volt, rossz magaviselet miatt azt mondták, nem, hogy jó. Áll, nem. Jó magaviselet miatt, hogy hosszú eltávon voltunk. Inkább hosszú eltáv volt, igen. De hogy sipolnak a magasangok, azt hallom, mennyire máshogy szól. Szóval, igen. Nem, a tüdőd. A tüdőd Balázs bácsi. Ez a csúnya bulizás. Simán lehet, újra rácsok az ablakon. De alakulok lassacskán, de alakulok, igen, nem tudunk kijönni családilag ebből, valahogy, nem tudom, allergia, vagy nem tudom, mi ez igazából. Ez kérlek szépen az a póló, amiben kijöttél Salgótarjánban az esőbe. Az ez lehet. Az lehet, hogy ott fel kéne öltözni. Amikor már te is azt mondod, hogy alul öltöztem a bulit, mert ez a rád nem jellemző, igen, tehát be tudsz jönni egy izébe. Ezt köszönjük szépen, szavaztok! Feri első hozzászólásom, ha megérdemel egy tapsot. Mindannyiunknak jár. Arrébb dobtam az egeret, és ráesett a klaviatúrára, ez milyen? Lehet, hogy egy kicsit alul öltöztem azt a dolgot, nem tudom, bár már múlt héten is küzdöttem, igen. Meg akartad hozni a nyarat. Hát meg. Most annyira nem sikerült, de hát most akkor nem, igen. De most viszont egész hétre állítok, már 30 fokok lesznek, jó idők. Király lesz. Gyerekek, lesz. Megjött a nyár. Itt lesz már a 30 fok. Jó idő, persze hétvégére elromlik, ahogy olvastam. De majd meglátjuk. Meglátjuk. Pont egyébként Ákos mondta ma reggel, hogy nagyon szórakoztató volt hallgatni, ahogy állandóan ecsetelem, hogy mit mutat az én kis appem, és ehhez képest meg mi van kint, Salgótarjában. Komolyan mondom nektek, én már nem hiszek el semmit. Tehát, hogy nem is szabad. Bármit jósolnak, az, ami kín van, amit látok, az igazi. A tiéd volt rossz, a Lacié viszont jó volt, mert ő megmondta, hogy 8:30-ig lesz eső, és onnantól kezdve jó idő. Egyébként tényleg igaza lehet. Nem hittem benne, tényleg igaza lehet. A csütörtökében ez nem volt benne. Nem volt benne. Na, mi volt a hétvégén? Nálunk semmi, otthon voltam, élveztem az otthonlétet, gyerekek. Pihentünk, kis baráti társasággal ide-oda, semmi különös. Olyan hírt fogok most, azt is, hogy végre hazajött. Olyan hírt fogok most mondani, na, hogy lebabáztam. Na, akkor inkább hagyjad. Akkor inkább felcsik el. Jó, nálunk elég a kettő, nálunk elég az egy. Maradjad. Nagyobb adók. Majd a zsűlik babáztam. Leteszem a hajamat? Az egészet, ami van. Tegnap este vasárnap volt, egész nap. Azt a mindenségét! 0-24-ben vasárnap volt. Este 7 órakor. Igen. Megyek át a Margit hídon. Igen. Buda felé. Értjük. Igen. Várjuk. Nagyon. És tudod, mi történik? Mindjárt ide érsz. Igen, mindjárt megvan a sztori. Dolgoztak. A felújításon emberek vasárnap este 7-kor ebben az országban. Ez téged nem lett meg. Vasárnap este 7-kor a 4-es, 6-os vonalán apám olyan munka volt, hogy megőrülsz. Azt a sint, amit már 4-szer felszedtek az elmúlt 3 évben. Tudtam, hogy ilyen, ezt vártam. Na, ezt vártam tőled. Elmúlt 3 évben 4-szer felszedtek.
ahelyett, hogy örülné neki, hogy elmondanánk, hogy egyet. Azt hittem, valami nagyon durva sztori lesz, mert úgy felájpoltat, hogy valami nagyon durva sztori. Azt hittem, hogy valami nagyon durva. Ebben az országban ez nagyon durva sztori, hogy vasárnap este 7-kor szerintem dolgozzak. Olyan rövid volt a hétvége, már hétfő van. Nem hétfő van, vasárnap. Elszámolták meg vasárnap. Hogy elnézt? Ez lehetett? Tehát, hogy tulajdonképpen ők egy hétfői műszakra készültek, csak egyen lehet. Nem lehet, hogy ott maradtak péntekről, mert valaki nagyon jó sztoriba volt, és azt mondta, gyereke, várjunk, hogy nincs vége a sztorinak, hogy csak én várjam, már elmondom. Ez nagyon jó sztoriba volt, és péntekről még ott maradtak, és áldogáltak, és ezt néztettem munkának? Vagy nem, a környéken lakók megunták. Ja, és ők akarták befejezni, mi? Felvettek egy láthatósági mellényt, és elkezdtek nagyon dolgozni. Az is lehet, de ez jó hír mindenesetre. Mi? Tényleg az. Tényleg az. Két kulináris élményem volt a hétvégén, az egyiket szeretném veletek megosztani. Hoztam egy kis dobozkát. Nem pénteken volt a kulináris. Nem, ja, ez jó, tegnapi. Tegnapi a dolog. Szerintem ez csak János fogja megkóstolni, meg fogja kóstolni. Már hogy igen, nyálelválasztásom elindult, szerintem valami nagyon-nagyon durván csípős. Ez nagyon-nagyon erős evőversenyen voltam, ahol nem az erőseket ették, hanem egy fél kilós burgert, amibe ez a szósz van benne. Na most, ha akarsz magadnak tréfás perceket mennyi szerezni... Mennyi egy? Nem, nekünk. Nem, ez 3,5 millió. Három és fél millió. A Scoville skálán. Az egészen jó. Isten. Jó, az 9-ig van, azt hiszem, a Scoville skála. Titánium ötvezett tégeiben van. Megkóstolod így adásban? Hát figyelj, én rakok hozzá majd a reggelimhez, jó? Legyél már bátor. Ti akartok iktatni? Tessék? Jó, van, adod. Na. Tessék. Egy evőkanállal. Ne figyelj. Így egy kicsit így belevártad a kisujjadat, könnyező 130 kilós férfiakon röhögtem. Durva? Már az illata Muti, is. Csak szagolj bele. Sok kemény. Nagyon kemény. Ez valaki megette? Meg. Tehát úgy, ezt megették? Úgy, hogy körülbelül ennél háromszor nagyobb mennyiség volt egy fél kilós burgerem. Egy fél kilós burger volt. Ez rákember. Meg kellett tenni? De hát, és időre a legjobb időt 2 perc, 5 másodperc volt. Úgy, hogy magát én a hamburgert nem bírtam volna megenni annyi idő alatt. Akkora volt. Ezzel megkenve, de mondom, a húsba csilit aprítottak. Vésség már a kövét az embernek. Volt, nem, él még állítólag, úgy volt kisütve. Bementem a konyhára, ahol maszkban és védőszemüvegben sütötték a húst, meg főzték a izét, a szószt hozzá. Bementél a konyhába, és sírtál. És mindig ilyen vékony palik nyerik ezeket az evőversenyeket, nem is értem egyébként. Most is. Ez összes ilyen dél-koreai, japán, kínai, az mindig ilyen 1-20 magas, 40 kiló, és úgy eszi meg a 30 darab hotdogot egy perc alatt, hogy nem hiszed el. Ki nyert? Vékony pali volt? Nem nagy darab az, aki 2 percet megeszik egy burgert. Hát érdekes, mert a tavalyi nyertes, az 2 perc 4 másodperces nyertes volt, egy 130 kilós ember, de a mostani, aki megette a leggyorsabban, ő egy ilyen átlagtestalkatú, körülbelül mint te. Aha. Egy ilyen csávó, leült érted, megszugerálta a burgert, és... Jézus Isten! Itt azért, hogy ha picit rutinosabb vagy, akkor rákészülsz egy fél liter vagy egy bögre tejjel minimum, tehát mielőtt bemennél azért letolsz, hogy kibéled egy kicsit a hasadat, mert különben nagyon nagy a probléma. Tehát oda éhes gyomorral nem lehet oda menni, mert szanaszél marja, 3 napon keresztül fogod érezni. Így van, még na most nagyon izgulok értük, akik most kellnek, a versenyzőkért. Aha. Én is rettenetesen. Mert azért az most... Én már ülni nem tudok, úgy izgulok. Hát de, hát azért most az így visszaköszön, amit tegnap megettél. Na. És az kétszer csíp. Na, figyelj. Na. Bár a fene se tudja, ha fel vagy rá készülve, hogy megszokod egy idő után, akkor már a beleid zsátálnak rá, nem? Akkor ezt már azért jobban bírod. Az a baj, hogy szerintem a gyomrot azt nem látom. Na jó, most ilyen írt, feltettél a késhegyre egy ilyen hangyányit, hát azért az izé... Tennál fel ezt a hangyányit. Hát oda, azt megkóstolom én, és ezt bírom. Jó van. Figyelj, én csak annyit mondok, hogy húj, hajrá. Na, úgy, eleinket megidézve, figyelj. Azért... Durva? Hát... Csipős? Na, persze. Nem olyan vészes. Én magán a főrök egy ilyen negyed hangyát, nekem mondok, meg egy vörös hangyát. Meg Balázs most kik, hogy... Az biztos. Meg egy vörös hangyát. De ez egy vörös hangyal, te hangyáthoz képest ez egy vörös hangya, amit föltettél. Hát egy ilyen kés élnyit kóstoltál meg. Figyelj. Ráadásul ő gyűlöli a csípőset. Ez tényleg csíp. Ez tényleg csípendél. Ez valóban nem annyira, képzeld, már nem annyira bírom nehezen, mint 1-2 éve. Mióta a gyerek is eszik csípőset, és így versenyzik, hogy ki bírja jobban. De a Benni imádja, megvan értő. Nem mondod. De milyen jó volt a kérdés, nem a Noé. Nyers halat is imádja, meg a csípőset is imádja. És versenyt teszünk, hogy ki bírja jobban. Azóta egyébként edződöm. Hát figyelj, ez nem is vágott a gyerek, nyers halat, nagyon csípős. Iszonyatosan imádja a nyers halat, igen. Igen. Jaj, gyerekek, jó volt egy kicsit otthon lenni egyébként, tényleg. Úgy terveztük hétvégére, nem is nagyon csinálunk programot. Ja, hogy nem kellett, aztán persze mindig becsúszik valami. Tegnap Beninek volt egy ilyen kis szülinapja.
kis laza négy órás. Isten értesse sokáig. Mert nem, ő csak szülinapi bulim volt. Ja, azért én meg kérdezni akartam, hogy hány van a gyereknek egy évben. Hát többet tartunk. De érezze a törődést. Nagyon jól érzi magát, hogy négy hetente szoktuk. Ja, jó kis játszóházba rendezték, hogy nagyon jó hangulatú. Ebben a jó időben játszóházazni. Hát gondolom, hogy vagy olyan a lakás, hogy nem akarták, vagy kicsi, vagy aha, persze, hát ez jó hangulatú. 4000 négyzetméter volt, akkora volt, hogy még 10 percig kerestem benne a gyereket, négyre kellett érte venni. Benni! Hol vagy, Benni, hol vagy, de nagyon jó hangulatú kis. Jók a játszóházak. Jó az egyébként, szeretem. El van a gyerek, lefárad, rohan. Beültették, én beülőbe felhúzták két oldalra a kötéret, az hátraszaltókat lehet ugrálni, ugrált ide-oda. Ez is trambulinos történet? Trambulinos, úgyhogy nagyon. Az nagyon a fajta volt, amikor a gyerekeket így bepöckölítik, az. Évária és a szülők leülnek közösen. Mi nem ültünk le, de egyik szülő se ült le. De hát nem volt rá igény. Nem, tökről elmondták, hogy dobd be a gyereket, gyere vissza négyre. Tehát, hogy nincs ez az erőltetett kávézzál addig ott. Hát már nagyok, azért 6 évesen már ott berohan, azt mennyi érte 4 óra múlva. Ő csak az ilyen születésnapos gyerek szülője szokta mondani azt, hogy akkor gyerekek, já, és mi is kint kávézunk. És nem, ha mi csináltuk, akkor is úgy volt, hogy dobd be, hagydott, meg ők is úgy csinálták, és azt mondja, nem tökélet, dobd be, hagydott, gyere vissza érte négyre. És akkor... Az elején látod, hogy milyen a leosztás. Csinoska, az anyukák maradsz, beszélgetsz, kávézzal, nem, akkor elmész bevásárolni. Persze, ettől független valaki maradhatott, én nem tudom, a Viki vitte, én hoztam. Aha. Tehát nem tudom, hogy ki volt ott, vagy ki maradt, de én ott nem láttam túl sok szülőt. De jó, ez az játszóházban való kis szülinap, ez egy jó megoldás. Jó, szerintem. Bizony. Nem otthon dzsúváznak, nem otthon tesznek tönkre minden. teljesen korrekt. Figyeljetek, érzem, hogy egyébként dolgozik lefele, remélem kifele nem fog. Ennyi nem, de hát egy késhegyi tettél, hát ez semmi. De ahogy érzem, hogy a nyálam tolja lefelé. Küzdele. Igen. Jó ez. Köszönjük, Ferenc. Nagyon szívesen bármikor ott számíthatsz rám ilyenekben. Ki van ma, Laci, vagy Juli, vagy mi van? A feleséged írt, hogy ő, de ő nem jön. Nem, ő biztos, akkor a mi Julink lesz. A mi Julink lesz. A mi Julink lesz. Julia. Julia érkezik hozzánk. Majd egyszer csak. Képzeljétek, hogy a hétvégén most voltam egy picit, nagyon picit külföldön, nem olyan messze. Átnéztél a határon? Átnéztél, persze, egy picit átugrottunk a határon. Kipipáltam a bakancslistámon egy helyet, és elmentünk Véglesvára mellett, csak azért mondom a történetet, mert sajnos nem tudunk felmenni, viszont képzeljétek el, hogy olyan megdöbbentő volt a dolog. Egy pici apróság tényleg, hogy ez néhány évvel ezelőtt ez egy olyan szintű rom volt, hogy gyakorlatilag csak a falak álltak, semmi tető, belső berendezés, semmi, csak tényleg a falak. És mostanra készítettek belőle a szlovákok, gyakorlatilag építettek belőle egy várkastélyt, de úgy építettek, hogy ebből egy 4 csillagos, de inkább 4 pluszos wellness szálloda lett a hegy tetején, úgy, hogy szinte kőről körre újra felépítették az egész várat, bevakolták, befették, láttam azóta már, megnéztem a honlapjukat, és megnézegettem, hogy belül hogy néznek a szobák, egy reneszánsz várkastélyt építettek belőle, hogy egyszerűen elképesztő. Tehát tönkretettek egy műemléket, ja, ugye? Tényleg, ja, így van, meghamisították a történelmet. Ugye? Hát ott sose volt wellness hotel, érted? Sokan csinálják már ezeket a kastélyszállókat. Figyeljetek. Átalakítják. De fantasztikus. Így mentünk kifelé, és felnéztem a helynek az ormára, és akkor itt. Mert láttuk ugye a táblát, a Viglas, és mondtam a többieknek, hogy ez Véglesvára lesz, és akkor felnéztem, és nem ismertem rá. És nem ismertem rá a várra az alapján, amit láttam. De kívülről meglőve fényekkel, az egész bevakolva, gyönyörű szép hófehér, tehát világított a hegytetőn, utána mondom, nem hiszem el, mondom, ez nem lehet, hogy ez végleges volt. Nem mondom, mert ez nem így néz ki, ez a várom. És nem mentetek föl? Nem, sajnos már más irányba mentünk, úgyhogy mi mentünk még éjszakabbra. Igen, és már eltévedtünk, hogy hallom, nézd meg ezt a térképet, mert jobbra kell menni, vagy balra kell menni. Például azt te tudod, hogy a GPS működik-e, ha átléped a határt. Érted? Na, hogy beütött, hogy és vissza, és mi van, hogyha ott megszakad a GPS kapcsolatod? Véged van. Az volt, hogy tehát olyan GPS-ünk volt, amihez nem kellett online kapcsolat, és akkor ugye el tudtunk evickélni abba az irányba, és de figyeljetek, megdöbbentő volt. Tehát, hogy valahogy a múltnak egy emlékéből, egy szeletéből hogy építenek valamit, ami a jelen számára is egyébként mond valamit, és úgy csinál kedvet. Az nyilván mondjuk az árak azért olyanok, hogy persze feszített víztükrőből. Hát gondolom, ez magánbefektetés, tehát ez egy magánberuházás. Tehát, hogy nyilván nem közpénzből, hanem hogy valaki megvette olcsón, és azt mondta, hogy jó, gyerekek, akkor nekem eladjátok, megcsinálom, wellness szálloda, kastély szálloda, és akkor szépen felüljük.
letérre. Ugye náluk is vannak, igen. Hát nálunk általában mondjuk így inkább a kastélyokat szekták felújítani, vagy ilyen formában hasznosítani, de azok is gyönyörű szépek. Tehát lehet, nem tudom, ilyen Röjtök, Muzsaj, Parácsos, Vár, tényleg vannak ilyenek, amiket Balázs is mond náluk, de Várat én még ilyen durvát nem láttam. De azt most meg tudod-e nézni úgy, hogy nem fizetsz be egy éjszakára aludni? Ja, szó, mert ezzel a te kezedből ugye kivették a várlátogatás lehetőségét. Persze, igazad van, hogy körbejárni, nyilván körbejárja az ember, de hogyha ez már magántulajdon, akkor nyilván. Vannak olyan helyek, ahol mit tudom én, egy szakaszát azért megnyitják a látogatók előtt, meg van mondjuk egy kávézó, meg belső kert, meg ilyesmi, és akkor be tudsz menni, körül tudsz nézni, de figyeljetek, elképesztő volt, megdöbbentő volt. Szép. Csak egy gyönyörű szép, gyönyörű szép. Érdemes egyébként rákeresni, Viglás így írják. És valami téves kódolás miatt léptétek át a határon? Nem, vagy elnéztetek valamit? Elmentünk. GPS lemerült az elem? Vagy hogy kerültetek ti a határ másik oldalára? Nem. Tehát egyre többet kóborozta a határon. Nem lesz ez így jó. Még a végén többet leszek külföldön, mint Magyarországon. Hát ugye hétvégén volt a 45. születésnapom, úgyhogy már elkezdtem ugye a bagancs listámon kipipálgatni a különböző helyeket. Igen, ti közel vagytok Ferinek, hétfőn, neked vasárnap. Bizony. Igen. Most volt. És teljesen sok is rajta, hogy együtt ünnepeljük, de hát a francokat. Van egy pár nap köztetek, igen. Te pont adásba estél, te adáson kívül, igen. Vasárnap, ugye? Nem, ma van, nem? Nem, tegnap. 17-e. Tegnap. 18 van, hogy rohan az idő. Így van, most már 45 vagyok. Jó, viszont akkor megúsztuk az ajándékot. Hát aki hétköznapra esik, az kap valamit. Aki hétvégre, az magára vessen. Aki hétvégén ünnepel, gyerekek, azt nem tudjuk felkeszteni. Azt mondta otthon, hogy most vagyok a felénél. Tehát így tervezem kb. Aha, egy 90-est. Igen? Még van 45-öd? Van, szerintem is. Én így tervezem. Így tervezem. Hát az szép lenne, ha és lenne. És akkor hogy kell, hát a jóisten fönt az égben pedig belenéz a nagy könyvbe, és azt mondja, hogy ja, hát ha neked annyira 110 van egyébként neked beírva. Te lettél volna az ország legöregebb férfi. Örökben, boldogságban, egészségben. Így van. Jó, de hát ha így akarod, hát akkor 90 jön meg valami hirtelen, beléd vág a villám. Igen, ez a 110-ben az érdekes, hogy abból az utolsó 15 az milyen, tudod? Na, ki tudja, nem? Lehet. Én most láttam múltkor, most már nem él a világ egyik legidősebb ember, aki valami 110-en valami volt, és 110 éves születésnapján én mindig azt láttam, hogy a köszöntők sokkal boldogabbak, mint akit köszöntenek. Ne, az ilyen teljesen. Igen, mert azok hogy hívják, mert az a lovodások. Igen, tehát a köszöntők nagyon örülnek, mosolyognak, fotó, és a köszöntött az így ül, üveges tekintettel néz előre, nem nagyon tudja, hogy ki ez a sok fura ember, ki mi ez a gyertya, egyébként meg miért kell az egész felhajtás, és gyűlöli az egészet. Tehát én bármely a világ, megválasztották a világ legidősebb ember. Ül egy székben, néz maga elé, és a rokonok nagyon boldogok, és mindenki érted, írja alá a Guinness papír. A helyi önkormányzat emberé már stírolik a tortát. Igen, miközben tudom, folyik nyilván, vajon mikor szedjük meg. Miközben az áldozat az, csak hadd menjek vissza az ágyamba, egyébként is tegyetek papucsot a lábamra, mert fázik, és hadd feküdjek le aludni, és vigyétek ezt a sok fura embert innen. Tehát én még nem láttam olyat, hogy menjenek el, mert kezdődik a kiválság műsor. Táncolt volna, énekelt volna, csak az, hogy úristen, ki ez a sok ember, hadd menjek már, hadd menjenek már innen el, meg én is hadd menjek már el. Tehát, hogy de hát az lenne a jó, ha lenne még 45, az most, hogy a felénél. Én bízom benne. Most így úgy tervezem, hogy akkor innentől kezdve akkor 45. Boldogságban, békességben. Legyen inkább egészségben, boldogságban, békességben. Az jónak tűnik. Na nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy valószínűleg nem dolgoztak, vagy nem tudnak, vasárnap nem is dolgozhatnak fel, jelentést kéne írni, ugye a villamosos történetről. Azt írja valahogy, hétvégi meló dupla pénzes, ezért volt az, hogy ők ott kint álltak és dolgoztak, mert hogy több pénzt kapnak érte. Azt nézem, hogy mi van még. Dunakeszin van egy balesetünk, de ez éjfelkor jött, úgyhogy szerintem ezt nem kell már annyira komolyan venni, mármint hogy nyilván biztos, hogy volt, de szerintem az addigra meg is oldották. Aztán 21-es számú főúton Pásztor és Hollókői elágazás között van nekünk egy teljes útzárunk, nagyon csúnya baleset van, ezt Ádám küldte nekünk, köszönjük szépen. A Pásztor és Hollókői elágazás között, így van. Azt nézem, hogy van-e még valami. Vásárolni nem tudnak menni. Gyerekek, ezért volt ezért a van a meló. Aha. Ja, tényleg. Ó, tulajdonképpen ez jó magyarázat. Hogy utálom ezt a vasárnapi zárótartást még mindig, gyerekek? Meddig fogjuk ezt kihúzni, szerintetek? Én szerintem nekem van egy, szerintem ez egy éven belül megdől. Ne politizáljon. Ja, nem akartam, esküszöm. Ez egy éven belül megdől, szerintem. Egy évet adnék rá. Vagy visszacsinálják, vagy lesz egy népszavazás, vagy rájönnek, hogy gazdaságilag nem éri meg, vagy kijönnek a mutatók. Most jött a kimutatás, hogy de a hétközbeni forgalom.
apukám. Na, az az eddig, hogy az úgy fölment. Vagy csak ideig tartott, hogy fejezzék be. De a hétközbeli forgalom pont. Nem, azt mondták, az hogy az úgy megugrott, hogy a sportol minden vasárnap. Hát igen, meg a szombat is. Tehát, hogy csak így szubjektíve, bármerre mész, akkor azt látod, hogy szombaton mindenhol minden csúri van. De ez törvényszerű. Igen. Hogyha nem tudom megvenni vasárnap, akkor szombaton veszem meg a vasárnap. És inkább az embertömeg, meg az a nyomorgás, az gyűlöli az ember. Csak kérdés, hogy környezeti terhelés szempontjából ez mennyire jó egy városnak például, tehát hogy egyébként nem oszlik el annyira a forgalom mondjuk egy nap, hanem mondjuk erre a hat napra koncentrálódik, amikor egyébként valószínűleg egy picit több szénmonoxid jut a levegőbe, picit nagyobb terhelést kapnak az utak, stb. Én ennél sokkal praktikusabb indokokat nézek, például az, hogy nem tudsz megmozdulni szombaton egy bevásárlóközpontban. Persze, tehát az utak is. Köszönjük szépen! Nem volt rossz gondolat! Nem volt rossz gondolat! Jót mondott a Balázs! Azt hittem, egy értelmes dolgot mond. De amit Balázs mondott, az tényleg megérdemes. Tehát az utak állapota is nagyon fontos, hogy szombaton többen kimélik, vagy hajtanak rájuk, de az, hogy bemész szombaton, nem tudom, egy Interspárba, és konkrétan verekedned kell, az egyszerűen feláborító. És nem tehetnek róla ők se, hiszen hétfőtől péntekig ők dolgoznak, mondjuk reggel 8-tól este 8-ig, nem tud mikor menni, csak vasárnap, vagy csak szombaton. Hogy nem tudsz elmenni magadnak venni egy cipőt csak szombaton, hogy nem tudsz venni egy nadrágot. Tehát itt nem csak az élelmiszerről van szó, hanem rengeteg olyan dologról, amit egyébként a hétvégén meg tudnál magadnak kényelmesen venni. Mert egy program, mert ráérsz, mert akkor van szabadidőd, nem? És neked ezt egész egyszerűen még mindig szoknod kell, hogy nem tudsz elmenni. Nem tudom, erre más országok hogy álltak át, én nagyon nem kedvelem. Mondjuk pár benzinkútnál nagyon élelmesen kitalálták azt, hogy kis boltokat nyitnak. Na, és ezek kis boltok egyébként, így van. Így van, és tökéletes. Tehát, hogy bevásárlása nem, hogy alkalmas, tökéletesen alkalmas. Na jó, csak kérdés, hogy hányszoros áron veszed meg a benzinkúton. Nem olyan drága. Tehát, nem? Hogy nem érzed azt, hogy óriási különbség lenne, nem élnek vissza ezzel. Hát, amikor bementem egy benzinkútra, ott a Dunaplázán, azt nem rossz helyen vagyok. Tejföl volt, kenyér, én tudod, mindennapi fogyasztási cikkek, mondom, mi történt? Mondjuk, hogy átalakultunk ilyen shoppá, mert hogy észrevették ők is, hogy mennek az emberek benzinkutakra vásárolni. Na de most tényleg benzinkutak ebbe vásárolnod, érted? Tehát, hogy szerintem annyira. Igen, de vannak kis üzletek is, tehát amik kapcsolódnak egy hiper lánchoz, tehát hogy nem csak egyszerűen az van, hogy ott berakják a izé mellé a benzinkút a már alapból kapható termékek mellé berakják a literes tejet, hanem vannak olyanok is, amiknek kis boltok vannak. Nyilván nem akarok mondani semmiféle hipernek a nevét, de hogy ők már kitelepülnek, vagy oda települnek. Nagyon élelmesek egyébként, igen. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra, jó, fél hét múlt pontosan egy perccel, aki játszana velünk, az nyugodtan írjon nekünk SMS-t. Jó, lehet arcoskodni, megnyertük a múlt hetet is, 4-1-re. Bocs. Bizony. 4-1-re hoztuk? Úgy emlékszem. Hát ez van. 4-1-re hoztuk a múlt hetet. 4-1. És mondját a múltra, vagy mi? Új héttel indulunk, és teljes hét. Viszont jövő hétfőn pünkösd. Yes! Mindenképpen jó hét. Fél hét múlt, pontosan 2 perccel jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. Ausztriában a kutaknál shop működik, amit a Spár Penny írják, csak szokás kérdése a bevásárlás, az eladóknak is van családjuk, de a bevétel is nagyobb. Azóta Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. Kezdjük, mi hallgatók 1-0-al a hetet felkészültetek, kérdezi Zsolt. Hát milyen jó lenne, ha ez valóban így lenne. Baleset van Csepelen, a szabadkikötő úton, rendőrök, tűzoltók már kint vannak, már most dugó van a város felé, a Gubacsi híd felé lehet kerülni, ezt pedig Laca küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ez elég nagy baleset, többen is írják, köszönjük szépen. Na, nézzük akkor meg, hogy ki a játékosunk, jó? Már itt is van, és már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, szia. Hogy hívnak? Ciao. Laura. Laura, hello Laura. Honnan igen. Hívtál minket? Kecskemétről. Voltál kint? Igen, voltam. Ott álltam legelől a babakocsival, ha így emlékeztek el. Azt a mindenit! Levágom ezt a klavért, különt a klavért a gyerekek. Szóval babakocsival álltál tényleg? Igen. És hát erre egy konkrétan nem emlékszünk, de örülünk, hogy kim voltál, az a lényeg. Jól érezted igen. Magad? Nagyon, nagyon vártalak benneteket. Jó fejek voltunk?
Nem, egyáltalán nem. Három gyökeret lát. Igen, egyáltalán nem volt adat. Szeretünk. Nagyon visszafogott vagy. Igen, visszafogott vagyok? Aha, igen. Mit vártál, hogy mesztelenül fogok táncolni? Hát nem teljesen. Na, egy kicsit azért, igen. Kicsit vártad, hogy ne legyek annyira visszafogott? Igen, jó lett volna, hogy többször beszélni, hogyha többször kijöttél volna. Hát igen, ez minden hallgatóban igény. Ráadásul ugye a hallgatók nem tudják, hogy amíg a Jani meg a Feri sokszor kimennek, nekem ugye SMS-eket kell jelölnöm, én egy csomó mindszor azért mentem vissza, mert közben kommunikálok a stúdióval. Adás szerkeszt közben bent, meg készül a következő témára. Valakinek dolgozni is kell. SMS-eket jelölök, közlekedést jelölök, igen, tehát hogy itt egy pici volt rajtam. Meg te is nagyon jól tudod, hogy köretből mindig több van, mint húsból. Igen. Na jó, van, kivel szeretné játszani, Laura? Én a Janival. Janival, édes jó. Okay. Nem volt elég belőlem Kecskemét? Nem. Nagyon szimpatikus voltál. Na, hát akkor ezt most pecsételjétek meg, jó? Mehetünk? Igen. Na, akkor 3-2-1, és tessék. Mondtad, hogy van bébi otthon, ugye? Így van, igen. Kisfiú? Na, végig. Nem volt hosszú játék, szép volt, Jani. Pedig őszintén érdekel. Most tényleg. Ez egy nagyon durva 4 másodperc volt. Nagyon mentünk. Figyelj, egy anyának a gyereke, hát azt tudod, az a legérzékenyebb. Így van, igen. Igen, hát most mit kérdezte valami, milyen márka jobb, a kocsi? Igen, nagyon megindultunk. 4 másodpercig bírtad, Laura. Ó, de, na mindegy. Nem készültem fel egyébként. Én csak úgy küldtem egy SMS-t, és akkor mondom, hát ha beolvassátok. Jó, hát én se úgy feküdtem le egyébként tegnap este, hogy holnap Laurával játszok. Hát Laura. Ó, de kár. Rövid volt, de annál tartalmasabb. Nem baj. Köszi a játékot. Én is köszönöm, hogy játszottam veletek. Köszi, puszi. Köszi, szia. Ciao. Hello. Pedig a kis Imréről annyira szívesen hallgattam volna. Imre? Igen, Imrének hívják a kicsit, 9 hónapos. Hát akkor te tudsz mindent. Aha. A kis Imre. Uh-huh. Mikor volt az előző kitelevős? Ja, nem. De úgy hívják, hogy kis Imre? Nem, azt én tettem hozzá, gondolom, ja, nem nagy, hisz 9 hónapos. És sokkal rosszabb, mint ugye Füty Imre, tehát hogy az nem... Azt nem hívjanak úgy. Hát, igen. Olyankor nem, mire gondol a szülő, hát amikor most ezt a van egy fügyvezeték nevű ember, és ha igen, valaki moros, érted? Hát, rá. Vannak ilyenek. Igen, ez azért az út kell. Hallottuk már azért nagy csodákat nevekben. Tehát ez az a témakőre, amit úgy szoktunk felcímkezni, hogy akkor jó ötletnek tűnt. Igen, kedves Füty úr, hogy hívják a gyereket? Csak is Imre lehet. És Füty úr nem gondolt bele, hogy mi van, ha egybe kimondjuk? M7-es Budapest felé a 33-as kilométernél levő ÖMV benzinkútnál a középső sávban egy gumidarab van. Veszélyes, kicsi Kimi Ajka küldte, vagy Ajkáról, de azt írta, hogy kicsi Kimi Ajka. Uh-huh. Ajkáról nyilván. Trafi az M43-as Makói táblájánál még hozzá. 40-es tábla van, ez a lehajtónál van, úgyhogy ott is mindenki menjen óvatosan. 4 perc van pontosan, 7 óra, jövünk Ákos hírei után. Hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, azt mondja, hogy van, aki már most Óven bácsira jelentkezik. Ez nem baj, egyébként lehet egészen nyugodtan. Ma van a lányom névnapja, holnap pedig 10 hónapos lesz Magdi. Hát nem ez alapján választunk, de jó, hogy elküldted ezeket is. Tehát névnap, születésnap nem sokat szokott számítani. Egyébként nem, mert... Még a 10 hónap az még... De gratulálunk. Kerek az, ugye? Lehet, hogy ünneplik azt is. Igen, ünneplik azt is, igen. Gyerekek, főztem egy kávét, zöld színű lett, aztán főztem még egyet, az fekete lett. Az első, amit lefőz a kávé, amikor bekapcsolod, az nem annyira jó? Vagy ez hogy működik? Nincs Laci, és magamnak kellett kávét főznöm, de hogy ez... Nem, annyi van, hogy most elindítottunk rajta egy vízkötelédő programot, igen, és elfelejtettünk szólni. Nem jó az íze. Tele van a kávén vízkötelabokkal, viszont nem jó az íze. Rutinosan, gyorsan áttöltöttem egy pohárba, ott akit láttam, valakébe beletöltöttem, és főztem még egyet. Az viszont korom fekete lett. De valami domestos, az tisztító program? Hát egy kis, ecet mindent ki az. Plusz egy kis azt flóra szert. Azt a penészt is, amit ugye megkaptál. Beleraktál? Jó. A harmadik már jó lesz. Jó van.
Majd figyeljetek oda, kedves hallgatóink, mert a hármas ugrás környékén majd lehet pár kiló zabot nyerni. Na, ennyit erről. Hát az annyira pár kiló, hogy olyanok jelentkezzenek majd hármas ugrásra, igen, akik foglalkoznak úgy. Vagy nagyon kedvelik. Vagy nagyon kedvelik, vagy óvodák, iskolák végeznek közétkeztetést, és szükségük van ennyi zabra. Van egy szponzor, aki felajánlott irdatlan mennyiséget. Hát ez 100 kiló napi, ugye? Egy mása szab, az abból azért így a gyerekeket jól lakatod. Hát abból jól. De hát meg tudjuk ezt nyerni iskoláknak, meg tudjuk nyerni óvodáknak, mármint hogy azok, akik ugye jelentkeznek, meg tudják nyerni. Úgyhogy hajrá. És kérdésenként 100 kiló? Összesen 100 kiló? Ha most üzentél a szponzornak, akkor akkor igen. Akkor akár az is lehet. De szerintem összesen. 100 kiló azért az kemény, 300 kiló zabot valaki megnyen, azért az nagyon. Mondjuk most akkor gondba vagyunk egy picit, tehát én azért egy óvodától, akkor majd picit formálok a kérdéseket. Hogy? Hát, hogy nem szívesen fosztanék meg egy óvodát egy ekkora nyereménytől. Azzal, hogy már az első kérdésre bedurantom. Na most azért nem jótékonykodni kell, hogy nem arról szól, hogy mennyi 3-2, tessék? Te zabod? Ne, 3-3-t akartam. 3-3. Tehát azért dolgozzanak meg érte, de ne legyenek olyan nehezek. Meg úgyis többen játszanak majd óvodák, iskolák, úgyhogy az szerintem megfejtető, mert majd segítünk. Na, csak mondjuk, hogy olyanok jelentkezzenek, jó, akik? Első kérdés. Kit követett a trónon 14. Lajos? Nem? Például. Hát mi ez? Történelem. Azért ez nem egy egyszerű dolog. Az oldások. Ha már a trónok harcáról olvastam, hogy Snoop Dogg azt mondta, hogy azért nézi a trónok harcát, mert érdekli, hogy mi volt a történelem, és hogy érdekli, hogy honnan jöttünk, és hogy ebből egy csomó mindent tud tanulni. Hát... A trónok harcát. Hogy tudnia kell, hogy honnan jöttünk, tudnia kell, hogy mi történt sok évvel ezelőtt, és hogy ő kicsoda valójában, és hogy ő keresi az értelmet abban. Mint, egy ilyen trónokharca leszármazottnak gondolja magát. És ő szeretné tudni, hogy mi történt az ő hazájában, az ő országában pár száz évvel ezelőtt, és tudnia kell, hogy honnan jött. Kézzel, amikor beszélgetek egymással, mondjuk 50 centtel, és akkor mondják, hogy halad 50, tudod, hogy voltak sárkányok? Gecó. De tényleg, Te tudtad? Tudtad, hogy őket belerakod a parázsba, azok tojásokat, akkor kikelnek? Hallod, hogy tudtad ez a kemény, ami most you van. Man. Imádom ezt Snoop Doggot, azért nézem, hogy megtanuljam a történelmünket. Senki nem szólt neki, hogy figyelj, ez nem Amerika felfedezése, meg ezek nem kortezék, meg nem Dél-Amerika, és ezt felejtsd el, ez egy fantasy, egy skifi, mit tudom én, micsoda, de hogy ebből sok minden nem fogsz megtanulni az amerikai történelemről. Ez a halál nyugodtan. Azért nézem, hát érdekel. És te tudtad, Snoop, hogy Alaszkából jönnek a mások? Jönnek a mások, igen. És néha farkassá változik egy-két lény. Valószínű ez volt az elődeimnél, hogy azért ők mennyire okosak, miközben dollármilliárdosok, nem? Ezért nézik. Egyszer láttam egy nagyon jó műsor, ez egy rock műsor volt. Kerry Kinget, a Slayernek a gitárosát vitték körbe egy londoni koncert előtt, és hát ugye a város tele van szemnészebb, meg fontosabb történelmi emlékhelyekkel, és így mentek, és látszott a totális kifejezéstelenség az arcon, és mentek, Burger King! De annak tudott törülni. Annak nagyon tudott törülni, igen. Egyetlen dolog volt, amit így Londonból így azonosítani tudott, egy Burger King. És megörültek is? És nagyon örültek is. Fix tájékozódási pontok. Mentek körbe hogy hívják, egy emeletes buszon, a tetten, és így látszott, gondolom, hogy... Gondolom, meséltek, hogy a Big Ben, igen, hogy ez, így, igen, Trafalgar Square, igen, ez pedig ott. És akkor... Burger King! Álljunk meg egy kicsit. És én nagyon szeretem a zenéjüket, még iszonyatosan jó gitárosnak tartom, hatalmas fazon, de hát... Igen. Snoop Dogg a Targaryenek Michael Jackson, ezt írja. Igen, tehát gondolom, hogy tényleg beüti egy Targaryen ház, és akkor elkezdik keresni, hogy 1200-as évek, 1300-as évek, és nem találja, és összezavarodik a kis Snoop Dogg, hogy a fenébe van ez, hogy nézem a trónok harcát, és ott vannak a Targaryenek, de hogy ez valahogy nincs benne az amerikai történelemben a 13. században. Lincolnék előtt volt, vagy mi van? Igen, a függetlenségi harc előtt, hogy északi dél, vagy hogy volt ez? Mikor voltak a Targaryenek? Igen. Tényleg, szenzációs. Nagyon rögtem, mikor ezt elolvastam. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, mit érnek a hallgatóink. A hétvégén a Vasas feljutott az NB1-be, a Barcelona meg bajnok lett. Ez Gala küldte nekünk. Hú, gyerekek, óvatosan, ez futball, úgyhogy senki ne kommentálja, senki ne tegye hozzá semmit észre, jó? Engedjük el, mintha nem is hallottuk volna. Nagyon örülünk, ha a Vasas valóban feljutott az NB1-be, és nagyon örülünk, ha Barca valóban bajnok lett. Azt mondja, hogy nézzük még, mi a helyzet az utakon.
Olvasta már közlekedési híreket? Szerintem nem. Még nem, ebben nem, az órában még nem. Lánchídnál a rakpart áll, hogy miért azt egyelőre senki nem tudja. 22-es főúton Ipoly szögnél háromlábú rontja az autósok napját. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Valamint a csepeli gyorsforgalmin a szabad kikötő bejáratánál két autó utolérte egymást, két sáv lezárga, forgalom elterelés van. Kicsi Rigó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Ott egyébként tényleg nagy baleset van, úgyhogy próbáljátok kerülni. Jó? Mert nehéz a kiutás. Viszont ha már foci, akkor egy nagyon picit tényleg csak óvatosan. Hogy azért a Dárdai Pálnak úgy tűnik, hogy sikerül a csodája, és benn fog maradni a Hertha, most már csak matematikailag jöhet biztos, össze hogy Dárdai, az, biztos, hogy Hertha? Nehogy megjegyessük magunkat. Jó, nem. Mint a múlt héten. A BL döntővel, azért mondom, hogy biztos. Óvatosan. Igen. És most már csak matematikai esély van rá esetleg, hogy kiesnek. De és mit kap? Még egy forduló van. Maradhat továbbra is főnök? Hát nyilván. Az ellenünk abból a bonuszból, amit ő kap. Ott euróban. De nagyon nagy dolog. És akkor elkezdték építeni újra a csapatot, és hát gyakorlatilag... Ez volt a lényeg, hogy ne essen ki? Igen, igen, ezért is kapta a megbízást. Hogy tartsa bent a Hertát? Igen. És sikerült bent tartani. Egyfelé játékos, legendaként, fiatal kezdőnek mondható edzőként, azért ez egy hatalmas dolog. És nekünk mikor van tétmeccsünk, vagy mi most mikor zárkozunk? Mikor szaladnak ki a fiúk a pályára? Hát... Na ezért mondtam, hogy nekem óvatosan. Hülye vagyok, mert én mindig belekérdezek, mert én meg kíváncsi vagyok, hogy a mi fiaim mikor szaladnak újra magyar mezben a pályára. Ajra. Hogy bizonyítsák, hogy most már érettek vagyunk a futballhoz. Majd nem ez fagyos érünk. A föld. Fagyos lassan. A föld most még. Érünk, jó. Akkor menjünk vissza a közlekedési hírekre. Azt mondja, hogy 22-es főt Ipoly szögnél háromlábú, igen. A Szöci buszmegálló előtt dugó van. Jelentően ez bármit is. Döbörgi küldte nekünk. 610-es út kaposmérő beltörletén van egy trafi. Zottyó üzeni, és trafi az M3-as 203-as kilométernél Budapest felé. Szép napot Nóri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szöc, község Veszprém megyében, Halimba mellett. Tehát mi van, működik a gépen? Hallod? Igen. Nagyon jogos a kérdés. Na, egy érdekes témával folytatjuk, mert egy hallgatónk elküldte nekünk, és itt búzítanánk mindenkit arra, hogyha bármit lát, tapasztal, átvágják, érez valamit, vagy nem tetszik neki valami, vagy lát valamit, vagy tényleg egy szolgáltatóval baja van, Morning Show @ klasszfm.hu, küldjétek el nekünk e-mail formájában, ha tudunk, akkor foglalkozunk ezzel, mert egy hallgatónk volt olyan drága, és elküldött nekünk egy megdöbbentő éttermi számlát, amiken tényleg elképesztő, és még adhatnánk az éttermeknek tippeket, hogy mit lehet még esetleg beárazni, mert a számlán egyébként úgy tűnik, hogy ők valójában hárman voltak, mert hogy mindenből hármat ettek, és egészen korrekt árak vannak egyébként, mint túrógombóc kókuszmorzsával, meg aranysárga tyúkhúsleves. De ezt rendeltek is, ettek is. Ez rendeltek is, akkor... igen. Szuvidált marhapofa, mint a dijoni mustára, de jóféle étteremben lehet. Jogosnak tűnünk, hogyha ezeket nem is fogyasztották. Vajhal vöröslencse krémmel, zöld spárga, balzsamos eperrel, tehát gyerekek, ez jól hangzik. Ez se a Meki. Nem ott voltak valóban. És hát most, hogy egyedül volt, vagy nem volt egyedül, ezt nem tudjuk. Mindenesetre konfitált kacsacomb alma krémmel három darabot kértek, tehát én ebből úgy gondoltam, hogy ők hárman voltak, vagy egyedül hát, mentek. Hát, jó. Igen, mert vizet például viszont egyet ívott. Na, igen. Hát az lehet, hogy csak vizet volt. Egyet ívott, tehát megjött a számla, ami 44.170 forintról szól. Ez egy komolyabb kajálás lehetett. És a számla végén van egy meglehetősen érdekes tétel, amit az ember nem tud hova tenni, de majd tulajdonosok is írhatnak nekünk, illetve hallgatók, hogy egyetértenek vele, vagy nem értenek egyet vele. Ott felvezettek egy tételt, miszerint teraszfűtés. Nagyon jó. Teraszfűtés. Aha. Mennyi volt? Teraszfűtés 2500 forint. Az igen. Teraszfűtés 2500 forint. Aha. Néha hárma leszünk ennyiből. Egy hideg fűtetlen teraszokon. Ja. Na, de hogy igen, ez egy más típusú hely, hogy nézzük meg, hogy jogos-e, mi van akkor, ha valaki nem kéri, hogy van az, hogy te kéred, nem kéred, szólnak előtte, nem szólnak előtte. Hát van, aki a másik asztalnál nagyon fázik, és azt mondja, hogy tesó, hagyjál még egy kabátot, mert én nem kérek 2500 forintért fűtés. Egyáltalán ez milyen fűtés? De most, ha te kéred például, és átsugárzik hozzám, akkor nekem is kiszámlázzák. Tehát ülünk egymás mellett, mondjuk két méterre egy-egy asztalnál, te fázol. Nem kapsz egy spanyol falat körbe. Kérsz egy gombát, egy ilyen hőgombát, te fázol, de azt hozzám is átjön, akkor én is fizetek 1200? Hát én odaszólok neked. Adjál már bele, mert látom, hogy... Igen, 2005. Hé öreg, látom, hogy leveted a kabátodat. Igen. Pattints át egy dugót a teraszfűtés 2005. Látom, már nem üdelektek egy ezres, dobbál bele a számát.
Ez hogy van, ez olyan hőgomba lehetett, amit leraktak nekik, vagy ezt mindenkinek felszámolnak egyébként, aki kint ül a teraszon, 2500 forint terasz fűtés. Nem, ez egy alapján, fűtetlen terasz volt, ez egy hideg terasz volt, és ők a kaja mellé rendelték ezt. Tehát azt mondták, hogy konfitált marhapofa, meg vizé, meg kérünk szépen egy kis almapürét is, meg egy pohár vizet, és legyen még egy és legyen még egy fűtött terasz. Ez rajta van az étlapon. Szerintem ezt ők lehet, hogy megrendelték. Kérték külön. De mi van, hárman voltak, és csak egy valaki ült a gomba mellett? Mert ugye itt egy adag fűtött terasz van kiszámolva. Aha. Tehát itt az van, hogy terasz fűtés egy. Tehát nem az, hogy teraszfűtés három, miközben konfitált ma kacsacombasz három, almakrém, tehát ők hárman voltak, egy valaki ült a gomba mellett. Biztos lehet, hogy ez egy ilyen hőgomba, és nem pedig kivittek egy tollkabátot. Értel, uram. És még valakinek valami? Egy kis meleget, ha kérhetnénk, egy kis fűtés, picit fázom. És kiment valaki, is ráterített. Uram, parancsoljon, tessék, és kapott egy tollkabátot. És erre számoltak föl 2500 forintot, mint teraszfűtés. Most nem nagyon értem az árképzését a dolognak, a 2005-öt, mert van az elektromos fűtés, ami így fölülre ilyen paneleket építenek be, A vagy a B, amit te mondtál, a hőgomba. Uh-huh. A hőgombás fűtés. Hogy azt az összeget, ami a 2005, hogy az hogy jött ki? Óra volt rajta. Óra volt. A propánbután palack és a hőgomba között volt egy beszerelt óra, az ott pörgött, és oda mentek, és akkor nézem, oké, hány köbméter. Tehát ők hosszasan elidőztek az étteremben valószínűleg, mert ugye több palack bor is fogyott, nyilván elbeszélgettek, hogy azt időre számolod? 13-tól 16.30-ig itt ültek, az 2005. Ha csak egy órát ülsz, akkor kevesebb? Vagy ez egy átlag ár, mindenki kifizeti a 2500-os terasz? Valószínű, hogy ezt egy asztal kifizeti egyszer a 2500 forintos fűtési díjat, mint a terasz díj, nem? Tehát, hogyha te kint akarsz ülni a teraszon, azért az egyébként elég szemtelen, nem? Nagyon. Mondjuk meg őszintén, 2500 forintot felszámolni azért, hogy neked meleg legyen a teraszodon, ez elég szemtelen. Főleg annak tekintve, hogy 44.000 forintot fizettek, tehát mondjuk 41.500-at fizettek volna egyébként is, ami nem kevés egy háromfős ebédért, ugye? Igen. És akkor erre még így rápatintasz. És erre még jön egy 2500-as teraszdíj. Melegetek volt, na. Szemtelen. Valóban szemtelen. Két dolog érdekel engem még nagyon ezzel a dologgal kapcsolatban. Egy, mennyit fogyasztott az a rohadt gomba? Mert hogy egyébként most a szolgáltatótól függően kb. 130-150 forint között mozog egy köbméter gáznak az ára, tehát hogy azért számoljunk utána, ez nem kevés. Lehet, hogy nagyon fáztak. Érted? Hát, tehát, több gomba volt. Igen, a másik pedig az, hogy ebben már benne van a rezsicsökkentés. Mert 2008 lesz. Lett volna. Tehát ez 2008 lett volna, és ebből 2005 lett a rezsicsökkentés után. De ha ez hogy van egyébként, hogyha az étterem feltesz egy új burkolatot mondjuk, és leburkolják a teraszt, ami mondjuk 100 négyzetméter, és te azon mondjuk 3 négyzetméteren üldögélsz, akkor felszámolnak neked egyébként, tehát mennyit területen üldögélsz, és beszállsz az új burkolatba? Teraszfoglalási díj? Ilyen alapon akkor egy csomó mindenért fel lehetne számolni még díjat. Nem? Stabil burkolat. Tehát stabil burkolat, te ott ülsz, és szépen mit tudom, kihasítasz a teraszból egy 3 négyzetmétert, te kis asztaloddal, akkor kiszámolják, hogy 500 ezer volt a terasznak a burkolása, akkor részarányosan fizessél vele. A tiszta evőeszköz, élére hajtogatott szalvéta. Igen. Abroszdíj. Például a teraszbútorra, hogyha tesznek egy párnát, akkor az már kényelmi díj neked? Ha? Kényelmi díj, hogy párnán ülsz? Tényleg. Egy ebe, virág van az asztalon? Uh-huh. Hellóka. Tényleg. De az lehet, hogy egy ilyen, ez lehet, hogy ez egy csomagban van mindez. Tehát az volt, mit tudom, kényelem 1800. Az kényelmi szolgáltatások 1008. És akkor te megmondhatod, hogy bejössz, hogy te nem kérsz párnát a feneked alá, meg vigy a világot. Akkor azt levonják. Azt írja valaki, hogy azt hitték, hogy a hőgomba is valami érte specialitás, és bekértek. Tényleg. Azt írja, hogy akkor egy túrós, vagy egy túrógomb volt, egy vajha, a vöröslencsekémmel, hőgomba. Ha én megkóstolom ezt a hőgombát, te 2005 ér ezt a hőgombát. És kiszámlázták nekik akkor, hogy 2500 forintért a teraszfűtés, mert ők bekérték a hőgombát. Nem kért hozzá köret, csak úgy. Alanda úr, hőgomba. Mivel adják a hőgombát? Petrezselymes krumplival, lencsével vagy rizssel? Nem lehetne azt, hogy mondjuk a jövőben például úgy csökkentsük a számlánkat, mondjuk egy étterembe, hogyha bemegyünk, hogy ki lenne írva, hogy mennyit spóroltunk akkor, hogyha nem kérünk ezt, nem kérünk azt, nem kérünk amazt. Mit tudom, én nem használom a sószórót, már hozok magammal. Én egy kanállal megeszek mindent, érted? Mosogatási díj. Prali gyerek vagyok, nekem nem kellene hozzá mindenféle fura formájú villák, meg kések, meg kanalak, érted? Én el vagyok egy kanállal. De egy étteremnek mire van működési engedélye? Egyébként. Szolgáltatásra. Ha ételt adni. Aha. De ő nem adhatja el nekem. Hát plusz kulturális szolgáltatás, ha van cigányzene is. Hát eladhatja plusz nekem a meleget? Hát az ő melege. Hát az ő melege. Maximum hát beépítheti az árakba, hát de az nem adhatja el a meleget nekem. Hát van erre neki engedély, hogy eladja a meleget?
Hát honnan veszi? Távfűtő vállalattól, vagy csak simán a gázt veszi meg? De mi is saját vízéről? Hőerőmű van hátul. Hát mit tudom, van a Tigáz, meg a nagy energiaszolgáltatók. Hát annak van engedélye energiát eladni egy étteremnek. Egyébként ebben a formában de van. Nincs. Nincs, energiaszolgáltatási engedélye van, hogy ő adhat nekem gázt, mint energia, nem adhat. Nem. Hát, maximum saját... beleépítheti az áramba. De, hogy nem mondjuk... mondhatja azt, hogy az én működés engedélyem. Egyébként az is benne van, hogy én energiát szolgáltatok neked. Hát ha bizonyítani és tudja, hogy a saját komposztjáról fűtés... fejlődik a metán. Terasz fűtés, itt a hány légköbméter, nem tudom, elment akkor egy köbméter gáz, mit tudom én, nem tudom, 300 forint, akkor fizes ki nekem 300 forint. Tehát kvázi erre tulajdonképpen egy étteremnek nincs engedélye. De most télen például ő kiszámlázza, hogy fűt az étteremben? Mert hát ez beleépítheti az árakba. Az oké, de így nincs külön fölírva, téli fűtés, vagy este 6 után világítás oda benn. Na? Hát, és mi lesz majd nyáron, mert akkor hűteni kell azt a terasz. Hát, vannak, amik olyan vízes spriccelnek, én azt nagyon bírom, hogy belefújják a ventilátor, és ilyen vízporlasztott dolog megy a nyakadba egyébként. Hallottam, hogy kellemetlen, de egyébként 1 méterre tőle az hát nagyon van beállítva, tudom. Igen. Mennyi a gázköbméter, légköbméterre? Hogy van ez? Hát ennyi körülbelül. 2531 köbméter. Nem. De, az nem. Nagyon durva. Akkor mi abba hagynánk a fűtés. Akkor parkettával. Akkor inkább hagynánk. Nem, 130-150 forint között. De ez palackos gáz, az drágább, nem? Hát, lehet, hogy ez bírőség. Lehet, hogy ez nemes gáz. Héliummal fűtene, azért a rohadt drága. András azt mondja, itt van a vonalban, ő tulajdonos, hogy ez egyébként tőlük van ez a számla. Nem tudom erre, hogy is ment rá egyébként, ugye meghallgatjuk. András, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia. Én alkalmazott vagyok egy szállodában. De honnan tudod, hogy ez a számla a tiétek? A konfitár. Hát már hasonló nálunk is a menüsor, amit kértek a vendégek. Tényleg? Nálatok is van víz. És ez arról szól, hogy ha valaki rossz idő ellenére is megrendeli nálunk ezt a menüsort, és esetleg a terasz kéri, de mi túlunk időben, hogy viszont tudjuk ezt a fűtést kirakni nekik, és ők ragaszkodnak hozzá, akkor ez el van mondva a vendégnek, hogy ez fel van számolva. Aha. Úgyhogy ezt így külön nem szokták kiszámlázni, ez el van mondva a vendégnek, hogy rossz idő várható, valószínű, hogy a külső részt nem tudják használni, de viszont meg tudjuk oldani nekik a fűtést, viszont azért fizetni kell. De miért a bentit is fűtitek, hát, nem? Igen. Persze, de a terasz az más. De miért más? Hát ha bent meleg van, azt nem számolod föl, akkor ha kint meleg van, azt felszámolod? Vagy nem értem? Hát bent nem, is kell nem, fűteni, mert bent is hideg van. Úgy van, hogy ezek ilyen exkluzív vacsorák. És az exkluzív vacsoránál ugye a vendéget ugye mindig ki kell szolgálni teljes mértékben. Hát mondjuk itt ebben az esetben nem biztos, hogy elmondták a vendégek, hogy ezért külön fognak számlázni, mert különben nem tette volna közzé. Igen, nem ilyet volna. Nem tudom, a számlán, nem tudom, hogy látjátok a nevet, az étteremnek a nevét, vagy nem. Most nem tudom, hogy volt nálunk felfőzésre, hogyha arra a számodáról van szó és étteremről, akkor az nálunk van. Te hol vagy helyileg? Csak mondj egy várost. Budapest? Nem. Ja, de, nem, Budapest, de Budapest. Hányadik kerület? Blahalúzat környéke. Na, szerintem akkor ez nem az az étterem. Nem, jó, na, akkor már. Nem, csak hasonló nálunk is a menüsor. Aha. De hát, így szokott lenni, hogy a vendének el van mondva, hogy a külső rész azt tudják használni, viszont a rossz idő esetére ki tudják tenni ezt a fűtőgombát, amit ti is mondotok. De azt ki kell fizetni. Arra felszámolnak. Aha. Így van. És mert egy ilyen exkluzív vacsora az itt órán keresztül megy. Én szerintem ez egyébként valahogy egy picit olyan pitiánernek tűnik. Tehát, hogy én szerintem egy étterem legyen annyira gáláns, hogyha ez egy jó étterem, jók a kaják, és igenis bele van építve az árba, hogy ez egy exkluzívabb étterem, akkor legyen meleg a teraszon, vagy ne számoljon föl, vagy ne nyissa meg a terezdét. Pontosan így. Tehát ha nekem lenne éttermem, én biztos, hogy nem lennék ennyire pitiánár, hogy azt mondom, hogy oké, gyerekek, kiülhettek a teraszra, baromi hideg van, de 2500 forint. Tehát akkor vagy azt mondom, hogy terasz zárva, vagy azt mondom, hogy ülj ki, befűtöm neked, mert van egy teraszom, lehet, hogy nem éri meg, de mégis csak vagyunk annyira exkluzívak, vagy azt mondom, hogy tessék bent helyet foglalni, és nincs terasz. De ez a ülj ki, de fizes ki, hogy kiülsz, ez valahogy egy étteremben nem tudom, olyan hülyén jön ki. Nem túl elegáns. Az ember persze kifizeti, nem elegáns. Erre szokták mondani, hogy ez nem elegáns. Így nem már csak nem? Egy lépés az esővédő ponyva miatt felszámolt száraz. Igen. Elnézést, a száraz az meg. Hát, nem? Megáztak, nem? De, akkor száraz. Igen, tehát hogy te mit csinálsz egyébként, András? Persze, ez jó, amit ti is mondatok. Igen, te mit csinálsz ezen a munkáján? Pincérként dolgozol?
Nem, én a konyhán vagyok bent. De te konyhán vagy bent. Jó, ne vegyél olyat a nyakadba, ami nem biztos, hogy nálatok történt. Én látom ennek az étteremnek a nevét, ez nem a Blahalújza téren van, ez egy budapesti étterem, de nem ott van, tehát nehogy neked ebből bajod legyen egyébként. Nem. Jó, köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, sziasztok! Hello! Egy darab tele PB-s gázpalack 5500 forint. Azt tudom, mert nekem is van olyan kerti grill, rá rakom, és mindig rettegek, hogy fölrobban. A jó tömítés sokat segít. Mindig megfogadom, hogy hívok valakit. Mindig megnézzük öngyújtóval, hogy szivárog. Adjál már egy 14-es kulcsot, ráhúzok erre a gázpalackra. Benni, menj már arrébb, nálunk így kezdődik a grillezés. 10 perc sikítozás, hogy ma vajon fölrobbanunk-e, nagyon jó. Nekem tiszta pácli a kezem, Viki, húzd már meg kézzel. 5500 forint, egy hőgomba, nagyobb hidegben 3 napig megy el. Tehát ezért az picit szemtelen, igen, hogy odaültél egy órára, és gyorsan 2500 forintot kifizettél. Tehát azt legalább háromszor, de inkább mondjuk 6-szor ki tudod számlázni a 2500-öt. A van egy pici árrés, az 15000 forintot kerestél az 5000 forintos gázpalackra. Szerintem egy étteremnek tudnia kell nagyvonalúnak lenni, nem? Gálásnak lenni. Tehát, hogy érted, vagyunk, komoly áraink vannak, itt hagyod lehet a gatyádat, de akkor vagyunk annyira elegánsak, hogy ülj ki meleg teraszra, vagy ülj be hülye, zárva van a terasz, mert nem éri meg nekünk fűteni. De nem akarom magam ismételni. Küldjetek nekünk fura dolgokat, amit étteremben tapasztaltatok, drága Morning Show hallgatók. Jó, itt, hogy próbáltak nem is átvágni, mit látott a számlán, mi volt az, ami furcsa volt, mi volt az, amit az ember étteremben tapasztal, és nem nagyon tudta hova tenni, mit, hogyan, miképpen számláztak nektek, amit nem akartatok elhinni, amikor ránéztetek a számlára, hogy na ez vajon hogy jött ki. Ott azért mennek a trükközések, itt, nem? Mennek bőven. Én most egyetlen dologban bízom, meg örülnék neki, hogy ezt a beszélgetést most nem hallották volna az oroszok. Mert ha ez azért, ez az árés, hogyha ez így nekik is beüt, hogy ők ennyit tudnának keresni, akkor nagy bajba leszünk. Ha az meghallja, akkor végünk van. Jó, várjuk az SMS-eket, 7:30 pontosan. Egy perccel jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kapunk leveleket a morningshow@klassfm.hu-ra, és biztatunk mindenkit, hogyha valahol átvágnak benneteket, vagy bánt valami, vagy úgy érzitek, hogy nem voltak veletek igazságosak, vagy történt bármi, amit megosztanátok velünk, küldjetek el nekünk nyugodtan. Jó, morningshow@klassfm.hu, ez egyfajta ilyen panaszládaként is működhet egyébként, és ha olyan témát dobtok be, vagy olyan dolgot küldtek nekünk, akkor abszolút tudunk vele foglalkozni. Egy hallgatónk érdekes cikket küldött, nem is cikket, pontosabban egy fényképet, ahol egy éttermi számlát szeretett volna nekünk bemutatni, és arról beszélgetünk, hogy jogos, nem jogos, egy étterem odaírja a végére, hogy terasz fűtés 2500 forint. És nem, szerintem. Nem, nagyon nem, hát rettenetesen pofátlan, így van. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan különleges dolgokat, amiket ők vettek észre a számlán, és mivel nem értettek egyet, ahol felszámolták a WC használati díjat, ahol felszámolták a fogpiszkálót, ahol 4000 forint volt egy mit, hogy üveg ásványvíz. Hát ilyen alapon, ha teraszfűtés 2500 forint, tényleg meg tudod azt nézni, hogy vízhasználati díj, nem? Pisi, ne haragudj, hogy szeretném meg nagyobb száz. Használták a WC-t? Nem. Akkor nem. Kicsik a kis gyerek? Nagy is elment WC-re. Jaj, az a nagyi, hát sokat kell pisi. 600 forintot ráírunk a számlára, nem? Tehát lehet ezeket fokozni. Hát vízöblítés, a papírdíj is van már, bocsánat, és közben ment a világítás hát, a WC-re. Mindent használsz még, persze. Úgyhogy ugye érdekes a dolog, egyébként én ezt a szervizdíjat is utálom, de te, aki ebben dolgozol, vagy ezt is csinálod, ezt mondd már meg nekem, hogy miért kell nekem beleszámolniuk a szervizdíjat? Mi az, hogy szervizdíj 2500 forint, vagy 10%? Miért? 10% szervizdíj. De miért? Egyáltalán mit kell megjavítani? Hogy? Én is mindig megkérdezem, elnézést, összetörtünk valamit? Elrobott a villa. Hogy van ez? Ez külföldi szerintem szokás, külföldről jön. A legnagyobb pofátlanság. És ott úgy van a fizetés, meg szerintem egy csomó helyen itthon is, hogy a pincér fizetésében az is benne van, hogy ő kap egy alapot, a többit pedig ebből a szervizdíjból szedi össze. De hogy az miért nem marad a vendég privilégium, hogy eldöntse? Hogy ad-e vagy se? Hogy ad-e vagy nem. Mert nem adna. De nem, szerintem ez nem így van. Ez nem így van. Ha jó a kiszolgálás, ha normális a pincér, ha udvarjas vagy, nem kell, hogy körben nyaljon, csak ne legyen paraszt. Akkor adsz, nincsenek nagy elvárásaid. De ez ilyen alapon a pincér sincs motiválva, hogy jó fej legyen, hiszen mindig benne van a szervizdíj. Tehát ez egy nagyon rossz rendszer. Nincs benne, akkor a pincért motiválod az, hogy kedves legyen, odafigyeljen, kiszolgálja. Egyébként meg úgyis megkapja. Automatikusan megkapom, mi van? Tök mindegy, hogy milyen vagyok, úgyis kifizetik nekem a 10%-ot. Ez miért jó? Ez én nem az, szeretem nem azokat az éttermeket, ahol alapból, hát hagyd döntsem el én, nem? Hogy szeretem-e azt a helyet, vagy szeretem-e a kiszolgálást, vagy nem? És nem a kaján múlik.
Tehát én sosem úgy adok egyébként, hogy nem ízlett, mert az egy szubjektív dolog, hogyha valami nem ízlik. Kinek adod, de akkor kinek adott? Tehát te a pincér munkájára? Én csak arra adok. Aha, én, a kajára nem az, hogy jól dolgozott a szakács? Nem, mert az egy szubjektív dolog, ő lehet, hogy a szívét, lelkét beletette, de én nem úgy szeretem. Az egy szubjektív dolog, ízlésről vitatkozni nehéz. Én akkor adok, ha udvarjas, ha jött, ha segített, ha megpróbálta megoldani, ha a gyerek kiöntött valamit, és látom, hogy nem húzza a száját, hanem segít összetörölni, akkor szívesen adok. Aha. Az, hogy most nem úgy csinálja a túros tésztát, attól én nem veszem el tőle a borravalót, mert lelkesen hozta ki, dolgozott vele, letette az asztalra, megterített neked, segített, nem függ össze szerintem a kajával. Nyilván a túros tésztát kérsz, és kihoz három trapista sajtot, áfonyol egy kicsit, azért nem dolog, és hozzád már két bundás kenyeret a konyháról, akkor azért nem biztos, hogy megszorom őket. De hogy az döntse el a vendég ezt a 10%-ot? Ezt nem értem. Hát van olyan vidéki étterem például, ahol én tudom, hogy nagyon közepes a kínálat, így a kiszolgálás. Az ételek tekintetében mindig visszajárunk, mert annyira kedvesek, hogy ez kárpótol mindenütt. Tényleg. Közepes a kaja, de visszajártok meg kedvesek? Igen. Hát miért nem jártok meg a székát hétvégén, adag, hogy ezt erre nem tudjuk. Miért nem hívjátok át a kiszolgáló személyzetet, a pincéreket, és főztök, és eztek egy jónak a jó társaság vagytok, és jót is eztek. Ezzel rosszat teszünk, de jó fejekkel, hát akkor miért nem barátkoztok inkább? De közepes azért nem rossz. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello! Na, te mit tapasztaltál éttermi számlán? Mi történt veled, vagy mit számoltak föl, amit te nem éreztél jogosnak? Egy barátommal mentünk Miskolc irányában, és úgy döntöttünk, megállunk. Ebédán mondta, hogy ez az étterem neki szimpatikus, megálltunk, megebédáltunk, és a végén vettük észre, hogy ki volt téve az asztal közepére ugye a fogpiszkáló tartó, és ki volt ráírva, hogy 10 forint per darab. Ne! Ez is a legalja. Ne. És az azért komoly árés. És elnézést, uram, szeretném megkezdeni, hogy akkor hány fogpiszkáló, akkor elnézést, miért hozom a számot, leszámolnám a fogpiszkálót, de minden asztalon 10 darab van, megnézzük, mennyi hiányzott. Ez a leges legalja. Lehet, hogy van egy ilyen célszerszám, vagy egy ilyen eszközét, hogy a bank egy számlál automata, bedobják, hogy a fogpiszkáló. Ami ugye be volt csomagolva ezek a kis fehér tetekokba. Milyen igen. Volt a végén egy ilyen kis zöld színezés? Tehát mentolos volt? Mert az drágább. Csak kérdezem. Nem. Tehát ez a klasszik, sima. Annak 20 fillér körülbelül darabja, ha kiszámolod, mert egy ilyen étteremben ilyen 5000-es csomagot veszel belőle, 20 fillér de darabja. Lehet, hogy retro. 10 forint. De várj, hogy számoltak föl? Megkérdezték, hogy mennyit használtatok? Vagy előttetek leszámolták a fogpiszkálókat az asztalon? Nem történt semmilyen. Ki volt írva, hogy 10 forint per darab, és automatikusan ott volt a számlán. Aha. Két darab fel volt számolva automatikusan. Akkor inkább megfaragsz egy gyufaszálat már, nem? Na de várj, úgy hát nem is használtátok. Automatikusan felszámolták? Igen, hát rajta volt a számlán, nem kérdeztek itt semmit. És egy ember egy piszkáló, vagy kettő piszkáló? Egy ember egy piszkáló. Egyet számoltak, egyet. Ez azért is duplán aljas, mert ha kiveszel egyet és felszámolják, oké, de hogy nem is nyúlsz hozzá, nem is használod, és még 10 forintot rádob a számládra, nem a 10 forint, inkább az elv, hogy rohadjon meg. Nagyon szemtelen. Köszi, hogy elmondtad. Igazán nincs mit. Köszi, sziasztok! Hello. Na nézzük még egy-két SMS, nagyon jókat írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy körúti étterem 6-ig önkiszolgáló, 6 után alakárt, 5-kor az önkiszolgálós kajákat leakciózzák, és a kasszánál szólnak, hogy az akciós kajákat csak az étterem bizonyos részei lehet elfogyasztani. Hú, de kemény. Ki van jelölve egy hely? 5 előtt amúgy bármelyik asztalon fogyasztható, ha az akciós kajával rossz helyre ülsz, jön az étteremvezető és szól, hogy ülj át máshova, mert te akciós igen. kaját eszel. Aha. Ez milyen már? Nem tudtam, hogy akciós kaja, csak leültem valahol, és átültettek egy másik helyre. Mert az alakártos vendég háromszor annyi pénzt fog fizetni, mint te, aki akciós kaját eszel, érted? Tehát neki jár a kilátás az ablak. És a átülsz a másik oldalra. Eljegyzésnél a ki nem mondott üdítőket számlázták 2500 forintért. Mondtam, hogy ki se bontottuk, nem nyúltunk hozzá, mire ők mondták, elvihetik. Hát nem akarom, köszönöm. 2500 forint. Megköszöntem, hogy ilyen figyelmesek, de nem szeretnék 8 darab 2 literes üdítővel távozni. Ez vonatkozik a borokra és a sörökre is. Spóroltam mi majdnem 20 ezret, Adri írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Balaton brassói aprópecsényt ettünk, ki volt írva, hogy 1000 forint, fizetünk 1500-t, mikor megkérdeztük, hogy miért, azt mondták, hogy 1000 a brassói, 500 a krumpli. Ugye? Gyerekek, de rohadékság. De az a brassói az a hús és krumpli. Nem, hát mekkora ganéság. Brassói, hát de a krumpli.
Hát a brassói az csak a húd. Szép, ezért ez szép lehúzás. Szép lehúzás. A bécsi szelet, hát külön a panír, külön a hús. Hát bizonyám. Igen. Prágában történt egy étteremben, hogy vacsora végén kértük a számlát, fizettünk borravalót, hagytunk 10%-ot, majd nem sokkal később visszahozta a pincér, hogy kevesli a borravalót, és adjunk egy picit többet. Ő jó fej volt szerintem. Amíg nem tudtunk elmenni, amíg nem adtunk több borravalót. Ezt Adrián küldte nekünk. Városliget sajtfesztivál, 3 szelet hús, 11 000 forint. Mit tettetek? Struccot? Krokodil? 11 000 forint. Mit? Igen. Prágában külön kellett fizetni a ketchupért és a szószokért, pedig nem is használtuk, nem nyúltunk hozzá, de azt mondták, hogy akár használhattuk volna. Ugye? Akár használhattuk volna. Bálint mondta nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy a mi kedvencünk, kedvenc éttermünkben pokrócot adnak, a hűvös van a teraszon, de nem számolnak fel érte semmit. Ez Dorci küldte nekünk. Egyébként ez egész kulturál. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Ez ugye nem teljesen éttermi történet, de ahhoz kapcsolódik, hogy milyen érdekességeket vettél észre számlán, ugye? Igen, igen. Tehát te mit láttál? Kollégám mesélte ezt néhány éve. Autót vitte szervizbe, és miután elhozta, nézegette a számlát, akkor ott volt egy ilyen pár száz forintos tétel, hogy motorház fedél felnyitási díj. Jó, gyerekek, ezek nem áll. Jó, ezt én is vittem sokszor szakszerűz, a kerékleszedési díj és a körök visszarakási díj azért az nagyon kemény, mikor fékpofát, féktárcát cserélnek, és a kerékleszedési díj. Darabonként 4 000 forint, hogy drrr, és lekapja a kereket. Beszélgettünk, hogy azért ez is egy komoly szakma, mert annyi típust kiismerni, hogy mindet ilyen nagyon hatékonyan tudja kinyitni azért. Más cseréli a fékpofát, más veszi le a kereket. Ezt azért írják bele, hogy hát ha nem veszi észre az ügyfél, hogy motorház tetőfelnyitási díj, és akkor keresett egy 500-at. Nem azért, hogy nem veszi észre, hanem mert azt ezt is felszámolják, hogy 500 forintért nyitják ki neked a motorház tetőt. Ez a szakszervizés egy külön téma lehetne. De akkor az is, hogy kinyitottam az első ajtót, behelyeztem a kulcsot. Nem, mert az egyértelmű felé, de a motorházat nem mindenki tudja. Hol a jó Istenben van a dolog? Hol kell ezt kinyitni? Ez nagyon kemény. Attila, köszi, hogy elmondtad. Szívesen. Ciao. Hello. Balatonfüred 4 csillagos hotel a parton, egyéb italok mellett kértünk egy kancsó csapvizet, 600 forintot kértek érte. Gyerekek, ez több. Miért a válasz? Balatonfüreden drága a víz. Hát, és ezt most már többen írják egyébként Füredet, hogy ott a vízszolgáltatással valami vagy gond van, vagy nagyon hát, jó vagy minőségű. Ilyen. Ezt gondolom nem, egyébként ennek megvan a logikája. Elfogadhatatlan, de mégis megvan a logikája. Ugye ez arról szól, hogy nyilván éttermet vezetsz, ne igyál vizet, nem? Hanem üdítőt igyál, mert akkor mindenki jön, és, és ingyen vizet inna, és akkor azért az is pénzbe kerül. Ezért fogyasztanak, hogy vendégek írják, hogy ex-vendégek. Igen. Én ezt értem ez olyan, amikor a szórakozó ilyen meleg víz folyik, nem? Ja igen, hogy ne idd meg. Hogy ne idd meg, igen. Vizet. Igen. Van még hallgatónk? Halló, jó reggel, ciao. Sziasztok, Laci vagyok. Laci, hello, Laci. Te éttermet vezetsz? Hát nem konkrétan értelmet vezetek, de annak a közelébe dolgozok. Na. És mi most vezettünk a szervizdíjat egy pár hónapja. Igazából gazdasági megfontolásai voltak, mert a szervizdíjnak sokkal kisebb a járulék költsége bérszempontjából. Én személy szerint magam sem szeretem egyébként a szervizdíjat, ahol felszámolják. Mi úgy csináltuk meg, hogy a meglevő árainkot annyival csökkentettük, amennyi a szervizdíj, tehát gyakorlatilag ugyanannyit fizet a vendég, mint előtte. Csak 2%-ben. Aha, tehát te nem adózol annyit az egész összegből. Hát ugye? A szervizdíjnak ugye jóval kisebb a bérköltség áruléka, mint a sima bérnek, és ezért a bér egy részét szervizdíjból fizetjük ki. Aha. De nem emeltünk át a szervizdíj által, hanem addig meglevő árainkat csökkentettük a szervizdíj összegével, és gyakorlatilag a 100 forint ételt most úgy számlázzuk, hogy 90 forint az étel, és 10 forint a szervizdíj. Aha, tehát ez egy ilyen, igen, adóenyhítés, ha lehet így mondani, tulajdonképpen nem elkerülés, hanem egyszerűen csak éltek egy lehetőséggel, hogy a szervizdíjből fizetitek a pincéreket, és jobb az adózása, mintha normálisan kapnának pénzt, nem? Tehát kevesebb a járulék a szervizdíj után, a borravaló után. Pontosan így van, tehát a bér egy részét a szervizdíjból fizetjük ki, a szervizdíj képezi a bérnek egy részét, mivel kevesebb a járuléka ennek.
Aha. De a vendég részvényre gyakorlatilag ez egy forint áremelkedést nem jelentett. Egyébként személy szerint én sem szeretem a szervizdíjat, mert úgy érzem, hogy buszszolgáltatást számolnak fel. És lehet, hogy nálunk is úgy érzik a vendégek, mert mindenkinek nem tudjuk elmondani, hogy ő most ugyanannyit fizet, mint előtte, és ez nem egy pluszdíj. Ha te mondjuk ti ügyesen oldottátok meg. Én mondjuk akkor sem értek vele egyet. Egyébként szerintem nem egy túl elegáns dolog ez sem. Egyébként ez hagyjon csel a vendég, nem? Hát most, hogy nektek ebből többet vagy kevesebbet kell adózni, vagy lehet az a ti dolgotok, azzal a vendégnek nem kell foglalkozni, szerintem a vendég hagyjon csel, hogy ő ad vagy nem ad neki. Tetszett, hogy jó volt a kiszolgálás, vagy nem volt. Tehát ezzel semmi körülmények között nem értek egyet. Igen. Ezzel én is egyetértek, amit mondasz, és én is így gondolom, csak el kell különíteni a szervizdíjat és a borra valót. És ugye itt a szervizdíjat gyakorlatilag nem tudva számoljuk fel, hanem csak megbontottuk az ételárát. Itt igazából a látványból van gond, hogy a vendég másképp érzékeli. Mert a jó kiszolgálásért azért adhat borra valót, mint ahogy én is szoktam adni étterembe, sőt adtam már olyan helyen is, ahol volt szervizdíj, adott esetben el sem akarták fogadni. Igazából az a baj, hogy a szervizdíj és a borra való összekeveredik, illetve akkor van gond, hogyha úgy vezetik be valahol a szervizdíjat, hogy az addigi árakra pluszba ráteszik. Igen. Igen, aha. Hát azt sok helyen így csinálják, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, sziasztok! Hello! Kicsit más, egyébként lehet, hogy majd egyszer kibővítjük a témát, hogy bármilyen jogtalan fizetés, mert nagyon sok más témából jön. Márka szervizben vettem az autókhoz gumiszőnyeget, 300 forint volt a behelyezés. Nagyon jó! Nem mondhatod, hogy hagyja majd én, mert hagyjad. Igen, tehát amit számoltak fel jogtalanul, nem csak étteremben ezt egyszer megcsináljuk. Igen, temetési számlákról is nagyon sokan írnak nekünk, hogy milyen elképesztő tételek vannak. Na, ezt legközelebb megcsináljuk. Köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Hello, Rita! Igen, én vagyok. Rita, honnan hívtál minket? Pécsről. Pécsről, mivel foglalkozol? Kereskedelemben dolgozok helyettesként egy cipőboltba. Helyettesként, és most szabad nap? Helyettes eladó, vagy mi? Tessék? Helyettes eladó, vagy azt kérdezte a Feri? Nem, üzletvezető helyettes. Üzletvezető helyettes, és most szabad napod van? Én szabadságon vagyok a héten. Na, és mit csinálsz? Hát, különösebb program nincs. Itthon vagyok. Ja, csak kivettél egy hetet, és úgy csak úgy otthon vagy. Aha. Igen. Jó az. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Hát a szokásos kis ház körüli munka. Hát nem, benőtt egy-két körme Beru néni. Igen, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Ajajajajaj, ez egy sorozat. Sorozat. Szoktál sorozatokat nézni? Igen. Jó vagy bennem? Hát kiderül. Ha kitalálod. Kérhetem még egyszer. Persze, mutatjuk. Kicsit hosszabban. Hosszabb lesz, figyelj. Hát egy nagyon tipikus zene egyébként, és nagyon régóta megy már a magyar kereskedelmi tévében. Nem is tudom pontosan ki adja, de adjuk, az biztos. Tehát, hogy megy nálunk is. Uh-huh. Mi a sztoria a filmnek? Ilyen amerikai, kanadai, ilyen bűnügyi. Uh-huh. Bűnügyi sorozat. Nincs meg? Na hát akkor mondjuk ez a... A Miami High-szín előket szerintem. Hát micsoda, mit mondtál? A helyszínelők. Helyszínelők, az, igen. Nézed, vagy ismerted? Igen, és azt hiszem ez nem nálatok megy, ha jól tudom. Nem tudom, hogy kinél megy. Egyébként nem, ez a Viaszaton megy talán, így van. Viaszaton megy, igen. CSI, ez a helyszínelők, így van. Milyen jó. Jó, figyelj, hát kivettük egy-két dolgot az ajándékcsomagból, de megvan még a pasztartó, meg szerintem a baseball sapka, jó? A bögrét az egészen biztos, hogy elbuktam. Igen, köszönöm. Köszi a játékot. Örültem, hogy játszottam veletek. Ciao. Cipőt a cipőboltból. Igen. Hát honnan, nem, az zöldségestől. Azt kitaláltam, mi ezt a szlogen. Cipőt a cipőboltból. Köszi, ciao. Jó emberben játszottunk, igen. Köszi, hello.
Hello. Nálunk nyáron 20 forinttal drágább a hűtött sör és a, a doboz. Tehát ha hűtve van, akkor az 20 forinttal drágább, mint ha meleg oldalról veszed el, írja valaki. Nekünk azért ez is kemény. Na jó, van egy perc, a pontosan 8 óra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 8 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hétfő van újra, itt vagyunk, festői a Kilátássáron, Kecskemét, Salgótarján, Budapest és Baja után, rácsos ablakok, gyerekek, innen tudom, hogy hazaértünk. Hát nem Belkám. Csak vidám témájú festmények vannak, hát festői ez is, de... Festői. Nekünk deákterek és főterek, mikor itt van az Üllői-sztrét. Gyerekek, a jó kis gyönyörű, nagyon szép, nagyon klassz stadionunk, jaj de jó. Miért mennék vissza Bajára? Azért, mert gyönyörű. Gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy az összes várost nagyon szerettem, tényleg, de a legjobban Baját. Bizony. Legjobban Baját, és most nem próbálom leválasztani, hogy hol hányan voltak, hogy milyenek voltak, minden sokan voltak, kedvesek voltak, de Bajának annyira jó, én nem voltam még soha Baján, bevallom férfiasan, hogy ez volt az első látogatásom Baján, de nagyon tetszett. A terek, a hangulat, a teraszos kiülők, a mediterrános, olaszos jellegű ilyen kis pizzázók, fagyizók, a folyópart, a híd át a folyóparton, a sziget, ahol kajáltunk, az egész valahogy nagyon déli, és nagyon meleg, és nagyon nagyon cuki. És az a kis polgármesteri hivatal a nagy macskaköves térre, ahol nem állnak autók, hát csodálatos lenne. Tehát nagyon, nagyon klassz kis hely Baja. Én nem jártam még Baján soha. Talán valamikor a Z plusz 1500 évvel ezelőtt forgattunk megállót, ott az összes nagyobb várost bejártuk, tehát így biztos, hogy voltam. De úgy, hogy kicsit körbenézni, ott lenni, nagyon beleszimatolni a városba, az velem még ez nem történt meg, Baján nem voltam. Minden város jó volt, meg mindenhol jó fejek voltak, sokan voltak, de tényleg Baját jegyezted meg a legjobban, ott a reggel kelt fel a nap. Át. És hogyha ott a hotel alatt majd ott a Sugovica partját megcsinálják, ott egy ilyen kis sétányt építenek ki, hát akkor gyönyörű lesz. És hogy én beszélgettem bent a Petőfi szigeten az ifjúsági szállóban a portásráccal, akkor ő mondta, hogy ez általában úgy szokott lenni, hogy ugye júniusban itt iszonyatos élet indul be magán a Sugovicának a partján, mert hogy a hajóforgalom elől az egészet lezárják, akkor egy picit csökken a vízállás is, megjelenek mindenfelé homokpadok, és az egész várost kín van, és strandol. És egész nyáron. Ugye, nagyon jó hely. Na igen, jó hely egyébként. Igen, nagyon jó hangulata van, úgyhogy örülök, hogy ott voltunk, mert nagyon, nagyon szép volt. Tényleg, nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy kisebb dugó az M7-es autópálya Osani lehajtónál, Pest felől ezt Béla küldte nekünk, Csepel meghalt oda-vissza. Ott már egészen korán reggel történt valami nagy baleset a csepeli kijárónál, és emiatt van a dugó. 14. kerület az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia sarkára most tették ki a háromlábút, ezt Adri küldte nekünk, aztán a 10-es útról még mindig kapjuk az SMS-eket. 7:18-kor indultam Pilisvörösváról, még mindig a Solymári Osannál állunk, gyerekek. Ez jött 8 óra 1 perc. Úristen! A vonat elindulását kitolták decemberre, a körforgalom is lényegesen lassabban halad az ígértnél. Hoppá, ez nekünk fontos info. Minden nap 4 órát utazom, kb. 20 kilométeres távon oda-vissza, teljesen kimerít. Kihez tudok fordulni, hogy felgyorsítsam a folyamatot? Hát mi rajta tartjuk az építkezés ütő erén a kezünket, két havonta beszélünk a közútkezelővel, hogy állnak. Firtassunk rá héten, csak egy ilyen röpke másfél perces interjúvel, hogy állnak. Mennyi a csúszás? Szerintem igen. Legyünk őszinték, mennyi a csúszás? Civil kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy mi vagyunk ennek az építkezésnek a szupervájzorai. Mióta a gyerekek rádió műsorban a 10-es út mellett azóta kampányolunk. Folyamatosan. Hogy... Igen. Folyamatosan nyomasztjuk őket, valljuk be, szinte ebbe egy pici ilyen is van. Jó, akkor írjuk a hallgatónak, nem írta alá, tehát megnevezni nem tudom. Mondjuk neked és mindenkinek, aki ott áll, hogy a héten figyeljetek minket, rákérdezünk, jó? Hogy mi a helyzet a 10-es úton, meddig kell ott még hajat hullatni, őszülni, és igen, nem tudom, mit macsongozni. Nekünk sem mindegy, figyeljetek, srácok, nekünk sem mindegy, hogy a körforgalomban lesz egy Morning Show-s logo. Egyáltalán majd nem mindegy, hogy most egy nyári vagy évelő növényt kell bennünk bele. Igen. Az megvan azért, hogy a körforgalom közepén a Jani rakja ki a logó. Ne, figyelj! Ha nem raknak, akkor oda mondjuk, hogy éjszaka kirakjuk. Ott lesz egy kis kizébe, kis, hogy hívják, a kertészkesztyűbe, kis kömös dekoltás hátul, hogy térdelek az ágyások között, és rakom el a palántákat. Ember ennyit nem kampányolt még egy út mellett, hogy végre csinálják még, mint a Morning Show 10-es út mellett. 30, 60, 70 ezer ember szív, 80 ezer, 100 ezer. Ugye? Tehát nem csak Üröm, meg Vörösvár, mindenki a környező agglomerációból. Aki arra éjszakról jössz, az kész, vége. Nem tudsz bejutni egyszerűen, igen. De én picit csalódott is leszek, hogyha azt a részt nem nevezik, mit tudom én, Rákóczi forgó, vagy Balázs plázs, vagy valami. Tehát, hogy valami legyen már, nem?
Hát valami legyen, az jó lenne, igen. Osztálykirándulásom voltam, kb. 20 éve Baján, azóta emlékszem, hogy milyen szép város Baja, ezt Andi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi Baja magának, kérdezi valaki, nekem szülővárosom. Köszönjük szépen. Nagyon szellemes. Jaj, gyerekek. Hol? Láttátok ezt a... Nyilván láttátok, mert ti mindent megnéztek, mert nagyon felkészültek vagytok. Egy ideje kering az interneten ennek a magyar mentős fiúnak a videója. 2, nem tudom hány millióan nézték már meg egyébként, és emberünk kis túlzással hát világszár lett. Holott neki nyilván gondolom ez egy sima, átlagos, mint a szerda délutáni munka napot. Csak lekamerázta, hogy jut el A-ból B-be, ugye egy magyar mentős fiúról van szó, aki mentőgépkocsi vezető, és ha valaki nem ismerné a történetet, arról van szó, hogy ő felvette, hogy jut el A-ból B-be, és hány perc alatt, hát ilyen valószínűtlennek tűnő dugókon keresztül, mit élnek át naponta azok, akik mentőt vezetnek. Gondolom ezt akarta megmutatni. Honnan, hova ment, arra emlékeztek? Hogy az Árpád híd egyik oldal, a Kacsó-Pongrácz felüljárójától indult, és egészen az Árpád híd másik oldalára ment talán. Valami brutálisan nagy távot tett meg, és... Hát és hihetetlen, hát ilyen driver, hihetetlen ilyen, ügyes ilyen volt. Ilyen gangsterek sofőrje, tehát megdöbbentő. Mi volt az idő alatt, nem emlékeztek? Mennyi idő alatt csinálta meg? Itt igazából szerintem nem is az idő a lényeg, hanem az a tempó, amit végig követhetsz a videón keresztül. Hogy elképesztő módon, ahogy kerülgeti az autókat, ahogy sebességet kövér áll, hogy lassít, gyorsít, tehát egyszerűen hihetetlen. Kereszteződ is be, ha videó. Állsz, és kapsz egy zöldet, és ad a mentőautót, hát ott az a stressz neked, akinek zöld van, tehát ő pirosan jön át. Embertelen meló lehet ez. Embertelen meló, mégis nekik szerintem ez egy hétköznapi dolog. Azt mondom, hogy 5 vagy 6 perc alatt tett meg, egy olyan, tehát, hogy zuglóból indul, talán, és a harmadik kerületbe ment, igen. Tehát át a Kacsó-Pongrád, Zugló, Amerikai út, végig ott a Hungária, Árpád híd, Árpád Fejedelem útja és Kolossi tér, és ott volt a végállomás, és ezt megtette egyébként 6 perc hihetetlen alatt. És ezen a városon keresztül, ahol gyakorlatilag állandósultak a dugók. Igen. Ő föltette a netre a videót, egy nap alatt megnézték, de 370 ezeren, és most már 2,5 millióan látták a videót. Egyszerűen hihetetlen, és hát ugye azt lehet mondani, hogy itt nem egyfajta öncélú száguldozásról van szó, mert valójában ő ezzel a sebességgel, ő ezzel a tempóval életet ment minden egyes nap. Pont egy perc késés, egy haláleset lehet. Pontosan. Ja. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk őt, nem csak azért egyébként, hogy erről a videóról meséljen, hanem egyáltalán az ő munkájukról, az ő hivatás tudatukról, mert ezt nem lehet máshogy csinálni egyébként. Hát azért a 90 ezerért, amit keresel, biztos, tehát, hogy nem. Hogy pontosan tudjuk, hogy a mentősök és a mentő vezetők egyébként mennyit keresnek, ezt hivatás, tudat és szenvedély nélkül nem igazán lehet csinálni. Csak hogy az emberek és a hallgatóink egy pillanatra bepillantást nyerhessenek egy olyan foglalkozásba, amit talán nem annyira ismerünk. Ott vannak naponta közöttünk, félreállunk nekik. Ha jó fejek vagyunk, mert láttunk már olyan, hanem nem. A segükbe tapadunk. És megyünk utánuk. Nem túl szimpatikus vonás, egyébként elég sokan csinálják. De hogy mégis nekik mivel kell megküzdeni, mennyire tolerálják őket, félreállnak az autósok, vagy töketlenkedés, vagy amit én látok, az valami szörnyű egyébként. Hogy komolyan mondom, hogy áll az ember a piros lámpánál. És nem érti meg, hogyha jön a mentő, és előtte nincsen zebra, és nem megy át rajta 6 darab terhesnő babakocsival, akkor nyugodtan betolhatja az elejét egy kicsit a piros lámpába, és félreállhat úgy, és nem piros a lámpa. Addig innen el. Nem mehetek rá. A mentő mögötte mindenki nyomja a dudát, hogy indulja, nem baj. A közlekedj okosamban benne volt, hogy piros tilos. Piros tilos, és nem megy sehova. És egy kicsit előrébb mehetne, nincs előtte 6 sávos kereszteződés, semmi, de nem megy előre. Hát és a másik tilos, aki leblokkol. Nem megy. Igen. Aki leblokkol. Jaj. A harmadik, aki felmegy és elüti az öreg a járda, mert annyira félre akar állni, tehát ezért érdekes típusok vannak. De mégis egy kicsit beszéljünk Tiborral, magáról a hivatásról tényleg, a munkáról, erről a videóról, és egyáltalán, hogy miért csinálja, mert itt a miértre sokszor a legnehezebb választ kapni. Itt van velünk Tibor. Hello Tibor, jó reggelt kívánunk, ciao. Szia! Éppen munkában, vagy éppen szabadnak? Én éjszakára fogok menni dolgozni, most éppen lent vagyok edzőteremben. Edzőteremben vagy. Na, hát kell a kondi. Kell a kondi egy ilyen kis 6-7 perces videóhoz. Az, hogy éjszakára mész, az egyébként mit jelent? Ez hány órát jelent ilyenkor egy műszak? Az mennyi munkát jelent? Hát nálunk a Hidegkúti mentőállomáson fél hétkor van a váltás, és utána reggel fél hétkor ismételten leváltanak, tehát 12 órás műszakokban vagyunk. Uh-huh. 12 órás műszak. Ezt általában végigvezeted, vagy ez naptól függ, hogy most front van, többet kell menni, kevesebb baleset van, vagy ez szinte megállás nélkül 12 óra vezetés?
Ez hála jó Istennek mentőállomás függő, vagy nem is tudom, hála jó Istennek. A mi mentőállomásunk viszonylag kevesebbet megy egy központi mentőállomás, tehát egy belső mentőállomáshoz képest. 12 órát azért nagyon kevés mentőállomáson ülnek a gépkocsi vezetők bent az autóba, hiszen van ebédidejük, amit ki kell, hogy vegyenek, illetve azért lehetőség szerint beküldik a mentőállomásra őket. Amikor megkapjátok a riasztást, akkor nektek mennyi időn belül kell elindulni? Van egy ilyen időkorlátotok? Tehát üldögész szépen az őrsön, egyszer csak jön a riasztás, akkor van egy ilyen, hogy egy perc alatt kocsiba kell lenni? Ez pontosan így van. A mentőszolgálatnak a szabályzata az azt mondja ki, hogy nappali műszakban egy perc a kivonulási idő, aha, illetve éjszaka 2 perc. Tehát az azt jelenti, hogy a gépkocsi vezető az gyakorlatilag 1 percen belül toppon kell, hogy legyen, illetve éjszaka 2 percen belül kicsit szundikál, fölugrik, és 2 percen belül pedig belül az autóba. Amikor ez az ominózus felvétel készült, ez egy sima hétköznapi felvétel, ezt az egy utat vetted föl, hogy megmutasd, tudatos volt, vagy ott van állandóan a kamera, és aztán ezt csak úgy feltetted az internetre? Én most már lassan 3-4 éve teszek föl videókat a megosztó csatornákra. Mindig bent van a kamera az autóban, én mindig is vettem föl. Vannak olyan részek, amit nem tesz föl az ember, vannak olyan felvételek, amiket nem tesz föl az ember. Most már jóval kevesebbet tettem föl, mint idáig szoktam. De tudatosan, célirányosan tettem föl ezeket a videókat. Nevelési szándékkal, vagy nevelési jelleggel, vagy hogy jobban belelássanak az emberek a munkátokba, vagy miért? Először, amikor én betettem ezeket a videókat, vagy föltettem, akkor az volt, hogy hát úgy nagyjából az emberek lássák, hogy közlekedik egy megkülönböztetett jelzésű autó, illetve az autósok mit csinálnak ilyen helyzetben. Aztán egyre több visszajelzés érkezett, és akkor már még céltudatosabb volt, hogy megkönnyítsem a kollégáim, bajtársaim, a rendőr, tűzoltó autó vezetőinek a dolgát egy picit azzal, hogy az emberek, akik ezt a videót megnézik, ezt vagy az összeset, vagy bármelyiket, el tudják dönteni azt, hogy ha legközelebb ők egy ilyen forgalmi szituációba kerülnek, akkor jól tudjanak dönteni. Na, mi ez a jó döntés? Mit kell tennünk nekünk autósoknak, vagy nekik autósoknak, hogyha meghalljuk a szirénát? Minden esetben győződjünk meg arról, hogy honnan jön az a szirénázó jármű, ami Budapest területén sajnos nagyon nehéz. A hang annyira visszaverődik minden irányból, hogy nagyon nehéz meggyőződni arról, hogy most jobbról jön, balról, hátam mögött, felüljáról jön éppen, de minden esetben győződjünk meg arról, hogy jön-e, ha felénk tart ez a jármű, és hogyha már látjuk azt, hogy felénk jön, egy irányjelző mozdulattal, tehát kitesszük az irányjelzőt jobbra vagy balra, amerre esetleg megpróbálunk lehúzódni, ha ezt már jelezik felénk, akkor nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mert tudjuk azt, hogy a másik irányból ki fogjuk tudni kerülni, és nem pedig az lesz, hogy elénk kanyarodik éppen. És akár érkezhettek. Te hány méter előre látod egyébként, hogy mi fog történni körülbelül? Tehát a fejedben mi van? Vezetsz, van egy szituáció előtted, azt már nyilván megoldottad úgy, hogy még benne sem vagy. Már látod a következőt, hogy mi történhet, és körülbelül párhuzamosan 4 síkot futtatsz, hogy ha az arra megy, ott megyek, ha ez jobbra megy, akkor balra kanyarodom. Tehát neked nyilván ezt előre kell látni, nem? Igen, mi teljesen másképp nézzük a forgalmi szituációkat. Egy átlag autós az előtte vagy az előtte levő autókat figyeli, a mellette levő sávot, a mögöttes forgalmat, tehát viszonylag szűk a látótere van egy átlag autósnak. A megkülönböztetett jelzéssel közlekedők 200-300 méterre is előre néznek, és azt nézik, hogy nem az előttem levő forgalomban mi történik, mert azt már a fejembe lejátszotta, hogy ő merre fog menni, hanem hogy 250-300 méter múlva hova fogok tudni menni? Ott van egy gyalogos, sétál a keresztbe éppen, vagy a keresztirányú utcának milyen a lámpája, annak már piros, az enyém még nem váltott ugye át. Ezt a gyalogos lámpából lehet látni, hogy elkezd villogni. Tehát teljesen más... Tehát fejben tervezed a menekülő útvonalakat? Ez azt jelenti, hogy látod már, hogy kettővel előtte piros, akkor azt majd ott balról kerülöd, mert valószínűleg ott nem fogsz tudni átmenni, mert elakadsz.
Ez így van, ezeken az ominózus konkrétan a mostani felvételről, hogyha beszélünk, akkor nagyon lehet látni a harmadik kerületben, ugye a Pacsirtemező Lajos utca kereszteződésében is, illetve a Pacsirtemező Tímár utca kereszteződésében is, hogy átmegyek a szembeforgalommal. Ezt én, mikor már a Flórián térnél jártam, én rákanyarodtam, és lehetett látni a kereszteződésben, hogy áll a kocsisor, tudtam, láttam, hogy piros a lámpa, tehát én nem akartam az autósokat szétkergetni a saját sávjukba, szabad volt a másik oldal, természetesen átmentem a másik oldalra, és ugyanez volt ugye a Nagyszombat utcánál is. Neked van olyan, amit mentősként egyébként nem lehet? Vagy ha te megkülönböztető jelzéssel mész a szírén, akkor mindent tehet. Szembesáv, villamossín, piros lámpa, bármi megengedett? Vagy van olyan, amit még te se tudsz megcsinálni, vagy nem csinálhatsz meg? Két dolog az, amit megkülönböztetett jelzéssel biztos, hogy nem lehet csinálni. Az egyik a fénysorompó, vasúti fénysorompó tilos jelzésére semmilyen formában nem hajthatunk rá. Aha. Illetve hát természetesen a rendőr az, aki ugye megállíthat, még kék lámpával is. Általában ugye nem állítja meg a rendőrt. Nagyon elvetemültnek kell lenni, hogy igazoltasson egy rendőr, ugye. Azért nem. Hova? Közúti ellenőrzés. Zajongunk. Nyilván, hogyha valóban nem lehet bemenni, mert ott mondjuk egy lezáráson, akkor persze. Így van, konkrétan ugye a Szénatéren, mikor találták ezt a ominózus bombát, így van, akkor mi voltunk ott kint, kimentünk. Nyilván, persze. És hát a rendőr mondta, hogy jó, akkor itt zárás van, innen tovább nem mehetünk, tehát ilyen eset az, ami... Ki volt a leghülyébb autós, akivel találkoztál? Tehát amit itt tényleg nem hittél el, hogy ezt megcsinálja? Hát... Sok van? Akad, de én egy nagyon türelmes ember vagyok ilyen szempontból, és én nem mondom azt, hogy fú, hát ezt miért csinálta, vagy miért sem, természetesen ugye aki telefonál, nem annyira tud figyelni, tehát ez így nem kijelenthető, nincs ilyen konkrétan. Aha. Persze, így nehéz kiragadni egyet, hát naponta találkozol százal, nehéz kiragadni egyet. Te tudtad, hogy ennyien fogják megnézni, vagy sejtetted egyébként, amikor ezt feltöltötted, hogy pillanatok alatt 350 ezer, most már 2,5 millióan látták ezt a videót? Én nagyon boldog vagyok tőle, hogy ennyien nézték meg. Nem az én szakmai elismerésem, nem az én érdemem, vagy én úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy az én érdemem lenne. Konkrétan a videó, ahogy vezetek, természetesen az én érdemem. De én nem ezt akartam megmutatni, én azt szerettem volna megmutatni az embereknek, hogy lássák azt, hogy egy kéklámpás autóval hogy közlekednek az emberek. Hogy állnak félre, nem állnak félre. Tehát ennek ez volt a célja, hogy az én kollégáim, tűzoltók, rendőrmentősök, őnekik legyen könnyebb. Külön felkészítés meg képzésben ti részesültök? A mentőszolgálatnál van képzés, ilyen vezetéstechnikai tréningre szokták elküldeni a gépkocsivezetőket. Ez általában ugye az új gépkocsivezetőket, illetve a régi gépkocsivezetőknek is felajánlják azt, hogy elmehetnek. Tehát állomásokra kiküldenek körleveleket, és lehet jelentkezni ilyen vezetéstechnikai tréningekre. De ha történik valami, az a te felelősséged nyilván, nem? Minden esetben. Tehát minden esetben. A betegtérben, hogyha nincsenek bekapcsolva a biztonsági övek, vagy bárki, illetve hogyha balesetet okoz a gépkocsivezető, minden esetben az ő felelőssége. Hát miért csinálod ezt? Minden nap nyilván megkérdezed magadtól, vagy egyáltalán megkérdezed tényleg, hogy miért csinálod? Mert megélni ebből gondolom nem nagyon lehet, nem? Tehát nem, nyilván nem elsősorban az anyagiak miatt. Egyfajta szenvedély, hát, vagy szerelem? Mondjuk azt, hogy nem az anyagiak miatt. Én nagyon szeretem, én kimondottan szeretem a munkámat. Próbálom minél jobban csinálni, és próbálok minden jobban kihozni belőle mindent, magamból főleg, szerelem, szeretem. Van más munkád is? Igen, én egy magán buszos cégnél buszt vezetek, csoportokat szoktam vinni hozni, mikor ma szabad időm esetlegesen. De ezt is szereted, vagy azért, mert nyilván nem tudsz megélni abból, amit főállásban csinálsz? Olyat csinál mindig az ember, mint ugye ti is, amit szerettek. Tehát gondolom nem ment el senki árkotásni, mert azt nem szereti, pedig fizetnek érte. Én is azt csinálom, amit szeretek, tehát buszvezetni is nagyon-nagyon szeretek. Nem csak arra gondoltam, hogy ha mondjuk normális fizetés lenne, és megkapnád ezt a fizetést, akkor lehet, hogy nem lenne másik állásod, nem? Tehát, hogy ez egyfajta kényszerűség is nyilván. Lehet, hogy nem lenne, de én úgy gondolom, ismerném magamat, hogy biztos, hogy lenne, mert ebből a körből egy picit, ha az ember kiszakad, és egy teljesen más millióba esik bele, teljesen más dolgokat csinál, más helyekre jut el,
akkor az egy nagyon... Igen, hát az a turista buszoknál viszonylag biztos nem ugyanebben a tempóban. Ott alszott ki magad nyilván, igen, hopo-hopo. Hát vagy pont el, vagy leszáll a német turista sikrónál, meg felszáll, igen. Értem. Hősök, de megszükség, András úr, opera, igen, ott abban, végeztünk. Igen. Igaz, hogy hívtak téged Németországban a videó után, hogy vállaljálott munkát? Ez így van, e-mailben egy németországi mentős cég keresett engem meg, hogy szeretnék, hogyha kimennék oda hozzájuk dolgozni. Miért mondtál nemet? Annyi idős vagyok, mint te, tehát én is 40 éves leszek augusztusban. Itt 39 leszek csak nyáron. Ugye? Csak ne öregíts. Igen? Nem látszik rajtad. Köszönöm. Csak a 40. Igazából a családom, itt van családom, barátaim, minden, tehát most elindulni egy másik országba, illetve ami nagyon nagy erőt adott az, hogy ugye több ezer kommentet írtak a videó alá, és nekem nagyon jól esett az, ahogy hozzám... Igen, de miért kell ez oda, ott nem így mennek, vagy ott lassabban mennek, vagy így nem tudnak vezetni, vagy ez egy érdekes dolog, hogy miért szúrtak ők ki? Tehát máshogy mennek a német mentősök, vagy ezt nem tudod, gondolom, csak érdekes a felvetés, hogy ők miért csaptak le rád? Nem tudom, igazából nem tudom. Megnézte ennek a mentős cégnek a tulajdonos ezt a videót, vagy látta, aha, és én úgy tudom, hogy a alkalmazott titkárnő, teljesen mindegy, nem tudom kicsoda, őnek szólt, hogy akkor őnek írjunk egy e-mailt, hogy szeretettel várjuk. Hogy várnak téged. Azóta egyébként autós iskolában is oktatnak téged, ahogy mentél. Tehát azt különböző cikkekben lehetett olvasni, hogy különböző technikákat néznek meg, és autós iskolában is oktatják a vezetési stílust. Mondjuk, ha így kezd el egy tébetűs ember vezetni, igen, az Árpád hídon, azért az nagyon tehetséges. Most kimegyünk, igen, gyakorolni ezt. Te a beteggel beszéltél, amikor megérkeztél egy 7 perces futam után az amerikai útra a Kolosi térre? Mondtad neki, hogy szkúzi, vagy bármit, vagy csak beálltál, és őt gyorsan bevitték? Válaszolok az első kérdésre. Az első kérdésre nem, az autós iskolában nem ezt oktatják, hogy én hogy vezetek, hanem oktatják, hogy így közlekedik egy mentőautó, egy tűzoltó vagy rendőrautó, így fog érkezni, és egy adott forgalmi szituációban mit kell csinálni. Persze. Tehát erre kérték fel régebben videómat. A másik kérdés pedig, hogy beteg. Az autóban nem volt beteg, mi egy riasztást kaptunk, és így indultunk el ide a Kolozsi tér irányába, és ilyenkor nem volt beteg. Értelemszerűen beteggel nem így, vagy lehetőség szerint hát azért finomabban közlekedik. Vagy egy nagy adag kékázzal megmondod, hogy na most tessék beleszívni, mert nagyon sietünk, mert ez most gyors lesz, úgyhogy tessék egy kicsit kékát szívni, igen. Na, hát Tibor, jó tudni azért, hogy ilyen profik vigyáznak ránk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni. Itt sokan kérdezik, akkor lehet nyilván te ezt tudod, sőt persze, hogy tudod, hogy ha piros lámpánál állok, és jön a mentő mögöttem, belemehetek-e a pirosba, és akkor ezzel zárjuk a beszélgetést, ez érdekli leginkább a hallgatóinkat, hogy utat engedjek a mentőnek, vagy ez ilyenkor tilos, és álljak tovább a pirosban. A kereszt az egyértelműen kimondja azt, hogy egy piros lámpán kereszteződésnél, hogyha megkülönböztetett jelzésű autó érkezik, akkor óvatosan be lehet hajtani a kereszteződésbe, ahhoz, hogy tovább tudjam engedni azt a kék lámpás autót. És hát még a kereszt is ismeri. Fontos. Egyértelműen. Illetve én nekem még, hogyha nem tudom mennyire fér bele, lehet-e, ugye a Pesti Dekuti mentőállomáson dolgozom, és mi ebben az évben vagyunk 5 évesek, és terveztünk egy nyílt napot, ahol gyerekeknek aszfaltrajzverseny, tűzoltóautók lesznek, illetve egy szituációt fogunk bemutatni egy baleset kapcsán, amikor egy törött autóból tűzoltók kivágnak egy beszorult sérültet, ezt fogjuk imitálni, bemutatni, és hát oda szeretettel mindenkit várunk, ez e hónap 30-án lesz, szombati napon, 10 órakor kezdődik, és délután 3-kor tart. Nagyon jó kis programok lesznek, hogyha valakit esetleg érteket szeretettel várjuk. Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó munkát neked, vigyázz ránk! Köszönjük, hogy beszéltünk. Csordás Tibor, köszönjük szépen, ciao. Szia! Hello. Végtelenül szimpatikus. Nagyon. Nem? Nagyon. És elképesztő hivatástudat. Ez máshogy nem is lehet. Nyilván egyébként 80 ezer forint, 90 ezer forint, amit keresnek szegények, hát hihetetlen. Igen, közben naponta kockáztatják a saját életüket, a beteg életét és mások életét is, nem? És 12 órákat dolgoznak, hogy mennyire nincsenek megfizetve, azért ez is rettenetesen elkeserítő. Hármasugrást játszunk, olyanok jelentkezzenek, akik, hát most hogy is mondjam? Még nem elég zabos. Igen.
Óvodáknak, iskoláknak lehet zaptermékeket, zappelyhet nyerni. Nem akármennyit egyébként. Tovább, az első válasz után 100 kiló, de. További válaszok után még 100 kiló de egyébként, már. De még 100 kiló, igen. Gyarapodik 100 kilónként a nyeremény és kérdésenként. Tehát összesen 300 kiló zabot lehet nyerni, gyerekek. Istálók kiméljenek, jó? Istálók, lovardák kiméljenek, köszönjük de szépen. Azt azért el kell mondanunk, hogy sajnos természetesen a hármas ugrásnak a szabály olyan értelme nem változnak, hogy ezt el is lehet bukni. Aha. Ezért célszerű azért átgondolni, hogy ha már megvan mondjuk 100 kiló, akkor érdemes a kockáztatni. Azért az sem kevés. Iskolák, óvodák, bölcsödék, tényleg, akik közétkeztetést végeznek, olyan intézmények jelentkezenek ezen a héten, hát rá tudjuk a gyerekeket szoktatni arra, hogy finom, egészséges és jó dolog, úgyhogy írjatok SMS-t, jó? Van. Kásának pörköltnek, natúrba, gyerekek, ormaszájba zabterek. Kicsi kenyére, nagyok sütébe, minden. Gyerekek, zabmérgezésünk lesz a héten, de a jó értelemben természetesen, mert hogy rengeteg zabot lehet nyerni, úgyhogy jövünk a játékkal, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva, pontosan 9 óra, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, ma van a névnapom, Szandra küldte nekünk, ja. Jó, az a Tibi gyerek, mentő, busz, Fiesta, a sokoldalúság megfizethetetlen, igen, mert hogy Csordás Tibinek hívják egyébként a Fiesta énekesét is. Na, szóval, hogy zabos hármasugrás, ugye extra nyereményeink vannak, és ez mindig jó, és hát ipari mennyiségről van szó. Jézus, tehát, hogy 100 kiló, hát azért 100 kiló alapból, és aztán még minden megnyert kérdés után még plusz 100 kiló. Tehát, ha jól értelmezem én ezt a dolgot, akkor az úgy néz ki, hogy már azonnal van 100 kilója, és további jó válaszok esetén még 100 kilót nyerhet. Aha. Még 100 kilót nyerhet. És az alapot nem bukja el, viszont a további 100 kilókat elbukhatja, ha rosszul válaszol. Tehát 100 kiló mindenféleképpen van. Veszíteni nem lehet. Ha jelentkezel a játékra, ha bent vagy a játékban, már van 100 kilód. Sokszor csinálunk ilyet, csak nem beszélünk róla, hogy a hármasugrásnak, a naphallgatójának van úgy plusz nyereménye, hogy ha fix mondja, ajándék. Ha nem mondja, ha elviszi, ha nem viszi, fix ajándék. Hát ilyen most ez a zabos játék, hogy már bent vagy azon a 100 kiló. Várjál, akkor az 400 kiló. És aztán... azért az, amikor lerakják az óvoda udvarára 400 kiló zabot. De gyerekek, hát nagy lelkű. Lelkű a rovat támogatója. De nem baj, ha szeretik a gyerekek az abot. Nem baj, hát egészséges, jó. Nem kizárok. És... hát figyeljetek, hát én minden reggel tolok. Egyébként most is itt van előttem az asztalon. Nőtti 6 centit, persze. Én is. Ha, csak féltében. Csak alul. Szélesedünk ezerre, szélesedünk. De nem szeretjük egyébként, tényleg. Imádjuk. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, szia, ki vagy? Hát én vagyok a Tímea néni, és itt ülünk a harmadik C-osztályjal. Tímea néni. Harmadik C-osztály, milyen suli, honnan hívtatok minket? Ez egy Győri Arany János angol kéztanítási nyelvű általános iskola, egy lakótelepi óriás iskola, úgyhogy most éppen az olvasás óránkat. És hány gyermek van? 29. 29 gyerek, és ilyen csöndben vannak? Hát nálunk, amikor a tanárnéni beszélt, vagy a szoknyát húzogattuk, vagy a haját készültünk éppen. Nem, hajlak alacsinok. Kettő a székem alatt van, úgyhogy de amúgy csöndben vannak. Uh-huh. Kettő bent van a széked alatt? Igen. Aha, ők érdeklődnek már akkor a... A tanárnéni széke. A tanárnéni széke. Iránt, így van. Hát, nem. Kik vannak bent? Hogy hívják őket? Brigitta bement a szék alá. Ja, aha. És a többi 28? Minden 27-et szeretnéd? Nem, semmiképp. Olvasás óra, ez mit olvastok, vagy mit gyakoroltok ilyenkor? Hát most például a Mézelő Méhek című remekbe szabott olvasmányt, úgyhogy ezt fogjuk feldolgozni, ha az időnk... Mézelő Méhek, ahogy de szép történet lehette. Kis méhecskénk szálltakat. Most olvastam egy cikket, hogy egy év alatt kihalt a méh populáció 40%-a Amerikában, gyerekek. 40%-a, azért az megdöbbentő. Na, Timi, de akkor nem tud neked nagyon ki segíteni? Hát annak ellenére, hogy ennyi gyerek van körülötted, hát ők azért mégiscsak picik, tehát egyedül vagy ebben a játékban. Hát reménykedem, egyrészt a saját tudásomban bízom, másrészt azért vannak nagyon-nagyon okos gyerekek, mert no. Az egy 10 darab tanuló, úgyhogy hát majd
meglátjuk. Szurkolunk. Szurkolunk. Fixen ugye 100 kiló azért jár nektek is, tehát hogy gyakorlatilag bukni nem bukhatok rá, de növelhetitek. 99 kiló 80 dekátok van, csak mert János. Igen, az egyik csomagot megbontottam. Igen. Gyümölcsözzavot csinál magának a János. Mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, Timi, így szól az első kérdés. Kit alakított Patrick Duffy a Dallas című tévésorozatban? Ez nagyon könnyű. Ezt tudom azonnal, hagyjam a gyerekeket gondolkodni, nem? Nem, mondhatod nyugodtan, tudod, ne, ezt az álgondolkodást, ezt ne csináljuk, az nem jó. A gyerekek. És egy papírra jön is felmutatod. Bobby Ewing. Bobby Ewing, így van, Bobby Ewing. Na jó öreg Bobby. Ha tudod, akkor mondd nyugodtan, nem kell. Ez igen, 200 kilózabb. De ez valami magnóról játszottad be, így nem lehet, hogy egyszerre üvölt, egyszerre hallgat el. Tehát hogy ez nagyon steril. Te nem is egy iskola vagy, és magadnak akarod, és ez magnó felvételről ment. Csináljátok még egyszer? De mi vezényelsz nekik, vagy hogy csinálod? Nem, csak felemelem a kezem. Ennyi. Ó, fent, len. Nagyon jó vagy. Na, van ott szigor. Menjünk tovább? Menjünk. Melyik városnál ömlik a Zagyva folyó a Tiszába? Így szól a második kérdés. Újabb 100 kiló zabért. Zagyva, vissza. Ezt keresik a térképen. Uh-huh. De dél, ott, most. Hol, mondd. Egy van! Hey! Ki volt, aki bemondta? Látod, nem kellek én ide. Ja, megoldják a gyerekek egyébként. Ki volt, aki bemondta? Jöjj, de Ádám vagyok. Ádám, nagyon ügyes vagy. Ádám, nagyon kis ügyes vagy. Na, örüljenek a gyerekek, megint egyet vezényszóra, az nagyon tetszik. És azt mondják, hogy yeah! És hogy hallgatnak el? Te nem olyan, mint a Whiplash-ben, tudod? Igen, egy karmester vezényel, igen. Óriás. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjünk tovább? Hát persze, hogy menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Melyik legendás magyar labdarúgó beceneve volt a Fekete Párduc? Én tudom, de már itt nagyon gondolom. Mondd akkora, tudod, nyugodtan. Grosics Gyula! Így van. A kis okos kis harmadikos, hát... Nyilván magát, hogy tudta, persze. De. Jól van, oké, ez azt jelenti, hogy... hát 4,5 ezer kilózabb. Igen, most állnak be a billencsek a focipályára a suliban, és önti ki a zabot. Nem, ez azt jelenti, hogy 100 kiló alapból, az 400 kiló zabot nyert az iskolátok. 400 kilót, és prémium minőségű, ilyen tuti. Aha. És holnap tanítási szünet. Uh-huh, értem már, hogy te mit szeretsz ebben a tanításban, Timi. Jó, oké, igen, a vezénylés, az lehet, hogy pályát évesztettél kicsit. Timi, megvan 400 kiló zab, küldjük nektek, ügyesek vagytok, jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Szerint... Itt aztán van fegyelem. Itt van. A vasököl. Így van. Van 29 gyerek, aki ilyen csöndben van, szerinted? Mert szerintem nem. Itt komoly fenyítés. Én igazságos, de szigorú. Beszélek. Gyerekek, 400 kiló zabba mit csinálnak? Az rengeteg. Zabkással hazaviszik a gyerekek, minden reggel zabot ehetnek, átadhatják a konyhának. Nem romlik meg. Nem, hát az elás sokáig. Egész évben. Igen, úgyhogy az egész iskola. Lassan felszívódó szénhidrát. Fontos. Kell is Tina néni óráira. Fontos, és jó, 400 kiló zabot nyert tehát az iskola akkor. Na, 2 perc, na pontosan 9 óra, azt mondja, hogy a stadionoknál bringás gázolás történt, méghozzá Népligetnél a stadionok felé. Két autót tartja fel a forgalmat, ilyenkor szeretem a BKV-t, kötött pálya forever. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. 1 perc múlva 9 óra jövünk, Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk az utolsó 1 órát. A Népligetnél a Hungárián az autónak ütközött egy motoros, és összetört. Oh. Ez nem jó hír. Szeged 55-ös út, bevezető teljes káosz, kerülni Mórahalomnál érdemes, SMS-ben kaptuk, köszi. Aztán trafiznak az Ajtósi Dürer soron, a Stefánia útnál, a Dózsa-György út felé, ott is mindenki figyeljen. Könyves Kálmán körút 62 előtt koccanásos baleset, a Kerepesi út felé 2 sávot elfoglalnak, csak a szélső szabad, Vasutas Zoli küldte nekünk. Aztán a Hungária Mogyoródi sarkán elütöttek egy biciklis, most jön a mentő, a Könyves Kálmán felé hatalmas lesz a dugó, Lotto milliómos küldte gratulálunk nekünk.
Gyerekek, valaki elvitte az Eurolottót? De nem én. Szlovák vagy cseh. Ja. Igen, nekem igen, igen. Mindegy. Közép-Európa, azt tudom, hogy 9-es, 10-es volt a plusz két szám, mert 5 plusz 2-t kell eltalálni. És várjál, mit olvastam? 27 milliárd forint a bruttó nyeremény, amit elvitt valaki. 27 milliárd forint. Ez az Eurojackpot. Igen. Azért az. Szemtelen egy kicsit, de elolvastam, és már mosolyogtam. Tehát ez így nagyon-nagyon tetszett. Meg minden, hogy mindegy, hogy most milyen idő van náluk. Ha azt mondod, mennyi az a kb. 50%, 40%, mert mennyit visz nekem, mennyi, még megkapsz egy 14 milliárdot körülbelül. Hát, lehet, hogy 27, lehet, hogy más, nem tudom, hogy adóznak. Az adott ország... Nem lepődnék meg. Hát a magyar lottóban sincs. Tehát az nettó, de az Eurojackpot bruttó. Ja, bruttó. Az bruttó, azt hangsúlyozok is, hogy az bruttó, igen, de mondjuk legyen akkor mondjuk egy 15 milliárd. Fontocska, mert eltaláltál 7 darab számot. Azért a szexi, nem? Hát mikor nagyon kemény. Nem hangzik, nem hangzik rosszul. Anyjuk, megjött. Nézd. Ha, 15 milliárd. Az nagyon szép azért. Épp, valaki csak nullát. Azért az nagyon, nagyon szép. Kíváncsi ennék, mi lesz belőle egy év múlva. Nem? Hol lesz az illető? Mi lesz? Mennyi lesz? Mi történik vele? Kevesebb vagy több tartozás? Vagy virágzó élet? Itt ki kell állni a nyilvánosság elé? Nem, hogy nincs se kell, ugye? Európában nincsen. Hát mert ugye Amerikában tartom a nagy ízét, a nagy táblát. Amerikában külön igen. Olaszországban is van ilyen, európai hely országokban van, is európai, van. Igen, van. Az mindig az adott ország dönti el, hogy mi a lottó jogszabály. Amerikában ki kell, aztán Olaszországban is ki kell, de az Eurojackpotnál nem. Ott nem kell. Ott nem kell ki. Nálak is bemutatnak őket, és akkor jelizje mindenki símaszkban, tudod. Álszakában. Csak a szem. Bajuszban áldogálna. Nem mellettem H. József. Igen, hát itt azért kiállni, hogy nyerté 27 milliárdot azért az előbb. Elég meleg lenne, igen. Viszont van a Trafi, a cross pályánál ezt Sala küldte. Köszönjük szépen. És... Jobb reggelt mindenkinek, a stadionoknál bringás gázolás történt. Gyerekek, ne küldjetek szülőnapi üzeneteket, meg hogy 14:50-kor megérkezett közénk a kicsi Kovács Lacika, mert hogy nem tudjuk beolvasni. Tehát tényleg erről szólna, 10-ig nem olvasunk nagyon szülinapot, eltűnt laptopot. Kivéve az én szülinapomról van. Megérkezett egyébként a kis Mirácska. Nagyon örülünk neki, gratulálunk, pusztíjuk, nem lehetetlen. Lehetetlen. Sajnos nem, mert akkor mindenkit be kéne olvasni, mert nekünk minden egy hallgató ugyanolyan fontos. Egyik kedves haverom megírta, hogy Csebe nincs adó. Tehát ott az megkap nettó. Az nettó. Igen. De szerintem az Eurojackpot az bruttó. Tehát, hogy azt nem az adott országban döntik el. Tehát, hogyha a cselottó az nettó, attól még az Eurojackpot, ami minden országban megy, de van egy üzemeltetője, az bruttó nyeremény. Tehát és ő akkor adózik, úgy adózik, ezután, ahol, szerintem. Aha, tehát nem, ahol nem a cég székhelye van. Így van, tehát nem az országon belüli adójogszabályok érvényesek. Tehát nálunk is nettó a lottó. Bruttó, biztos, hogy, tehát az Eurojackpot biztos, hogy bruttó. Csúnya lenne, ha nálunk bruttó lenne, ők elvinnék nettóba. Azt gondold, az Magyarországon bruttó, a rohadt élető megnyerte 27-et, nálunk csúnya nagyon áron. Nagyon sok csúnya dologról van. Az is igaz, hogy vannak csúnya dolgok. Ha már egyébként születési SMS, csak egy fél mondat, hogy te körbe küldöd valakinek, hogy megszületett a gyerek. Mi kell beleírni, hogy hány kilóval született? Én azt sose értem. Hát, hogy izgulsz. Fontos. Hát, hogy miért, hogy 2 kiló, vigyázni kell rá, vagy egy kifejlett 5 kilós. Nem? Nem mindegy. Örülsz, jól van, szép, megérkezett Kovács Lacika. Most nem, hogy 3250 vagy 2890? Ah, mondjuk nem. Tehát, hogy ez már szerintem már pont az a távos, ahol 2-8-al is lehet egészséges, 3-2-vel is lehet, nem? Tök mindegy, hogy hány kilóval született az a gyerek, ha csak nem vészesen kicsi, mondjuk, nem? Ezt sose értem. Egyébként az ilyen szülős SMS-ek. 2 centit. Én örülök, hogy megszületett az ismerős gyereke, de rohadtul nem érdekel, hogy 3200 kiló vagy 3600 kiló, hát nem mindegy. Én nem tudom beazonosítani egyébként, és ezért mindig azt szoktam mondani, az igen. De szép. Anya, baba, mindketten jól van, a 3600-an megszületett a kis Lacika. Hát most ha 3200-ben jön, és nagyon örülök a kis Lacikának, nem? Nem teljesen mindegy. Centit is írnak. 3500 grammal és 42 centivel, vagy 72 centivel. Ez a szülőknek egy nagyon fontos információ, nem? És ezt mindenki mindig nagyon lelkiismeretesen küldi, hogy megszületett, anyuka, baba is jól vannak, 3600 kiló. Mondjuk az picit erős. Nagy baba. Isten nem nagyon nagy a baba, 3600 kilóval született. Én emlékszem, hogy ha először bementem hozzájuk, és akkor Moni éppen ott szoptatta a virágot, és akkor megálltam előttük, és így bámultam, és mondtam, atya úristen, te gyönyörű, és akkor mondtam Moni, hogy a gyereket is nézzem. És én elégedett voltam.
Hát persze, hogy elég a saját gyerekkel. Így van. Így van, így azonnal nyomtál egy próbát. Így van. Megindult-e már a tej? Egyébként pont ott volt egy család, egyébként ez is egy ilyen. Elkapaszkodtál, persze. Megindul. Nem jön, nem jön. Na, segítek. Átszakítom a gátat, mint aztán van vákum. Olyan vagyok, mint egy Rovento 1300 wattos kis porszívó. Figyeljetek, ott ez érdekes dolog ez a szülészet, meg egyáltalán ez az érdekes dolog. Ott szoptatott Moni, és az ajtó előtt egy család pedig ott mazizott. Nézték, hát mert tanulta, hogy kell. Mit? Hát de... a szoptatást magát. De tudod, nézték a Monit, ahogy szoptad. Igen, és Moni így felállt, így megemelte így a izét, és berúgta az ajtót. Mert hogy tudod, tehát hogy azért egy idegen család ott ült, de ott vártak. És ott volt egy pacsor, és szépen ott ültek, és akkor gondolták, hogy persze a nővért már háromszor láttak, kávézni már voltak kétszer. Érte, de nem lesz végül is várták, érted, a lányuk és megszüljön, és tudjon valamit mondani, tényleg, hogy kell kezdeni a szoptatást. Így könyököltek, és ilyen kocsányon lógó szemek, hát érted, férfiak, nők, gyerek, mindenki. Aha. Érted, ott ment a mozi. De most mit látsz? A gyerek fejét látod. Hát ezt ne tőlem kérdezd tőlük. Én nem stíröltem annyit a feleségemet, meg a gyereket, mint ők. Tehát nem is látsz semmit, ha mondjuk így ilyen cici fanok voltak az egész család, egy gyerek, azt mondja, apu is, akkor se látod magát a mellett. Hál' Istennek nem voltak megjegyzések. Ahogy vágyam. Igen, de szép. Issza, mint a sivatag, hogy a pálya. Hát miért ugyanazok így gyerek, hogy tudom, hogy azt nem. De szép sárga. Na, de te indítottad el, akkor megindítottad Moninát? Segítettél kicsit neki benne belökni? Vagy csak virág, intézem, ha még pici vagy. Nálam már órára indult, tényleg. Igen? Szerencsés. Csak ez. Jó, csak de te ahogy a szemed tudsz szugerálni, érted? Hát a szemed egy nagy vákuma, hogy kiszívtad a Mónival. Te csak ránéztél a Móni melleire, és azonnal elindult. Tök fura, mert ugye beáll egy idő után az anya is erre, a szoptatási időszakra. Aha. Tudjuk, hogy nálunk azért tényleg ilyen takra működtek, hál' Istennek a dolgok. Három óránként, és egyszerűen beáll az embernek a szervezete. Már az asszonynak a szervezete. Uh-huh. Az emberi az. Hát ilyen is beáll, csak egész másra. Na jó, csak visszatérve még egy pillanatra a szoptatás után a lottóra, az Eurojackpotra. A cseheknél adómentes, nálunk van akkor bruttó. Akkor nem mondtam butaságot. Nem mondtál butaságot. Tehát nálunk viszont tehát akkor, levonnak. Tehát akkor az adott ország eldönti, hogy bruttó vagy nettó az Eurojackpotnak a nyereménye? Vagy az Eurolotto, nem Eurojackpot, nem tudom, hogy hívják pontosan. De akkor mindenki átmenne szerintem a csehekhez feladni a szelvényt. Aki teheti, nem? Nem mennék át azért. Hát most... Mert hogy ne? Mennyi? Ha ne hát ne viccelj, tudod, hogy ez hány millió, milliárd? Hát azért nagy utazás, tehát mondjuk ez egy kérdés, hogy megéri azért hetente elmenni, nem na tudom. Na de szerinted a szlovákok hol adják fel? Biztos ott van mi. Hát ez is egy kérdés, hogy a helyileg számít, hogy hol adtad föl, igen. Vagy ha bemész és te megmutatod a személyigazolványodat, akkor ahhoz képest adózolni. Ezeket nem tudom, de akkor létezik az, hogy nálunk állambácsi egyébként elveszi az Eurojackpotot bruttóban adja, a más országban meg odaadják nettóban? Tehát ha cseh nyert, akkor 27 milliárdot nyer, ha mi nyerünk, akkor 13 milliárdot nyerünk, nem? Az rohadt igazságtalan. Nem mondom, hogy nagyon bebőgnék azért, tőle, hogy 13 milliárd, de hogy, tehát, hogy ők megnyerik nettóban, nálunk ez bruttó? Ez van. Nem, az nem szép dolog. Nem, csúnya dolog. Az nagyon csúnya dolog. Állambács, miért tetszik ilyet csinálni? Na nem, mint ez a veszély fenyegetni. Most olvastam, hogy 1-92 millióhoz nagyjából, hogy 5 plusz 2-be egy belenyúlják. Hát de neki bejött. Hát érted? Hát most persze, hogy jöhetünk itt az arányszámok, mennyire az esély, de ennek a csecsávónak bejött. Az is halmozódik? Vagy halmozódik. Minden héten nem, ennyi? Halmozódik. Nem? Az is halmozódik. Igen. Nagyon, most valami nem tudom, miről, honnan indul. Valami szállalmas egy milliárdról. Valami ilyen szabad szemben, alig látható másfél milliárdos összegről indul. És miért a mostani négyesek? Valami 70 darab négyes? Az, amikor hasonlítod össze a számokat, hát erről már beszéltünk. Négyesem van! Nekem is! Nekem is! 60 vagy 70 darab négyes, ennyi, az 1 millió, úgyhogy nem tudom mennyi, 1 millió, 2 millió, úgyhogy még egy szám kellett volna, és tiéd minden idők második legnagyobb lottónyereménye, nem? Azért az is nagyon kemény. Ennek a lélektanáról csináltunk egy műsor pár héttel ezelőtt, igen. Na, mondhatod, hogy mesélni akarsz valamit? Kértek veled valamit? Van, én már említettem nektek a múlt héten, hogy megyek egy nagyon kedves vacsorára. Ez megtörtént. Egyetlen egy képet mutatnék neked, majd föltesszük a Facebookra is. Szeretném, ha kitalálnád, hogy ez az étel micsoda itt előtted. Mondd, hogy hol voltál, addig én találgatom. Az volt a neve, hogy Bizarr Vacsora. Van egy Bíró Lajos nevű fiatal ember, aki hát arról híres, hogy egyrészt nagyon szokimondó fiatal ember, másrészt meg így szeret elgurulni, vagy gyógyszert elgurítani, és akkor ő mindenféle dologból főz. Ez most az volt, hogy Bizarr Vacsora, nyugodtan lapozgassál, ott van a menüt is, lefényképeztem. A kezdete az ugye sejem hernyó lárva volt, azzal indítottunk. Ja, ez miről szól, hogy megkóstolhatsz olyan kaját,
kajákat, amit egyébként nem ennél, hát, és mindezt ilyen gurmé jelleggel, speciálisan elkészítve. Így van. De ilyen akkor lesöpri a padlást? Szóval egy-két talál egy kis ízét. Megkérdezem, hogy figyelj, amikor azt mondod, a makaronon például hangyatojás van, hogy azt te honnan szerzed be? Tehát keresel hangyákat? Kertből. Igen, nem, mondta. Amikor átjöhetne hozzánk, akkor a Lajos kicsit ott körbe kapargálhatná az étkezőt, mert mindenhol hangyásak vagyunk, meg kellemeset a hasznossal tudom. És mit mondod? És azt mondta, hogy vannak olyan források, ezek elsősorban távol-keletről jönnek, tehát Vietnám, Kína, van például a bécsi nagypiac. Már azoktól, akiktől szerzi be, azok jönnek távol-keletről. Ők is, meg szerintem a cucci is. Hát most miért óriás hangját itt tudsz tartani, és várod, hogy egy tojás? Hopp, na nézzük, mit tettél, megtaláltam a menüt. Indítottál egy kókuszpálma lárvával, vagy sejemhernyó kaffirra lime szósszal. Igen. Ez volt a bevált. Sejemhernyó. Sejemhernyót választottad? Nem lehetett választani, azt mondta, nem tud kókuszpálma lárvát szerezni, mondtam, hogy ezt a szemét. Lajos, a régi már komolyan mondom, nem tud sejem kókuszpálma lárvát szerezni. Milyen a sejemhernyó? Milyen jó? Kérlek szépen, szezámmag olajban van kisütve, a maga a külső burkolata az ugye roppanós lesz, és akkor belül egy kicsi krémesség még megmarad. De jó, vagy csak egyszer így flancolsz, hogy ettél, de most ezen kellene élned, akkor kettő nap után beleülszülni. Tehát tud ez finom lenni? Nem, szerintem nem tudom, mert hogy agyad annyira tiltakozik ellene, hogy egyébként, ha még jó is, akkor is benned van ez, hogy basszus, nem eszünk lárvát. Ezek a lárvák nem néznek jól. Ezek nagyok, roppanósak, lédúsak, hát ezt láttuk a celebben, ahol celebjeink azért fogyasztottak egyet-kettőt. Nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Ha van egy kis lime szósz hozzá, akkor se. A lime nagyon finom volt, érted? Nagyon jó szezámi íze volt egyébként a lárvának is, magának ilyen szezámmag íze. Valahogy nem érezted azt, hogy holnap este is. Pedig én nem magam elé képzelem, hogy 8 környéken, amikor megszoktad enni a kis bagettelet, érted, így jössz befele a folyosó, tudod, így le van róla húzva a folpak, és így ropognak a fogai alatt, tudod. A töltelék, mi van benne, gépsonka? Nem, sejmernyő lárva. És nagyon finom, kérsz? Na, bárányi nyelvkocsonya bárány szemmel. Ez volt a második. Ez a klasszikus kocsonya volt főzve, az igazi izgalom itt a bárány szem, aminek egyébként Magyarországon van hagyománya, mert a kunok például kunságban ugye megeszik az egész. Bárányszemű egy pásztor? Igen, bárányszemű pásztor, és miután már meg, akkor egymás szemét szokták kiszívni. Figyelj, a bárányszem, ott például én komolyan elgondolkoztam, hogy abba hagyom a karriert, már a tegnapi vacsora karrierjét. Azt látod, hogy szinte majdnem pislog, nem? Tehát egyben van a szemgolyó, igen. Tehát, hogy kicsit ott rád kacsint. Igen, de mondtuk, hogy ha most már itt ne álljunk meg rögtön a második fázisnál, azért lesz még ennél durvább is, és egy ilyen nagyon kemény állagú, rágós valami a szem, és igazából nincs íze. Tehát ott a kocsonya ízét érzed, egy bárány kocsonya volt. De ez talán nem is baj. De hát valamit csak vártál. És ami nagyon szörnyű, bocs érted, de ketté vagyod, és fekete belül. Egy ilyen fekete zselés anyag van benne, ízetlen. Na, pontosan ezt éreztük mi is. És ami a legkiábrándító volt, a végén a 2500 forintos teraszfűtés. Nem bent ültünk. Azt mondja, hagymás sültvér piócával. Na, a sültvér az ugye, hát a sültvér azt szoktunk enni disznóvágáson, ez is az volt. A pióca meg azért érdekes, mert lecsippentik a fejét, farkát, mind a kettőt, valami oknál fogva, nem értem. Van különbség a teste és a feje és a farka között, hát állítom, egybe ugyanolyan, nem? Igen, de az elején ott szokott ugye föltapadni. Vannak ott hurkapálcára. Ja, ezek vannak hurkapálcára, igen, ezek elég komolyan. Facebookra dobjuk már föl. Odaadom őket szívesen. Ugye megfőzik őket, fölfűzik a hurkapálcára ilyen kis essalakban, és akkor még ott valami belemártják. De a sültvérhagymával az kifejezetten jól néz ki. Ez ilyen resztelt máj olyan. De milyen vég? A sertés. Hát az rendes hagyományos. Hát semmi. Figyelj, a pióca az olyan pocsolya ízű vacak, hogy azt ott még nem ettél. Tehát azt érezted, mintha így a lábba beleharapnál valahol a Velencei tó azon végén, ahol nagyon sokan nádas, így bemész, és a nyár végén, mikor már befüllett az egész tó, kicsi a víz, és egy ilyen ragadós, na az a pióca, az nagyon rossz volt. Volt málna krémes hangyatojás. Töltött makaronnal. Az édes volt. Ez egy gyomorkönnyítő, írta is a Lajos, hogy kicsit szusszanyatok egyet azért a borjú szem után, vagy bárány szem után azért szusszanyatok egyet. Utána azt mondja, hogy fekete csirkéből vérre sűrített molekuláris kavicsa. Az nem volt egy nagy dolog, igen, ott annyi volt, hogy fekete színű volt a csirke, majd látod, de most jön borjúszegy, bika pénisszel és placentás gersli rizottóval. Ó, egy jó kis placenta. Láttál-e már placentát egyben? Az ugye a méhlepény, ugye? És meg ennéd? Azt ne. Az a méhlepény. Az a méhlepény. Ugye, az a méhlepény, igen. Hát időzünk el az elején, mert ott van a bika pénisz, amire azt vártad, hogy
Igen, ugye? De nem, hanem egy ilyen vékony. Mondom, az kicsi. Egy ekkora darabot kaptunk, majd ott a képek a vége felé látod, egy ilyen nagyobb húsdarab van. Van, az a szegy, és annak a tetején van. De csirkeláb úgy néz ki tulajdonképpen, nem? Nem néz ki jól. De már szétkóstolták bent a séfek. Nem, ez de nem, akkor az ott van. Igen. Az, na, az a tetején a bika kuki, ami körülbelül így ekkora, mondom, mutatom. Hát, én azt hittem, gyerekek, hogy azért jobban el vannak engedve. Többen mondták ott az asszony, hogy tegyük mellé hát a miénket is. Hát ezért ilyen pipák állandóan. Aha, tehát van egy erős kisebbségi komplexus bennünk. Azért ilyen dühösek, mert nagy test, de ez a kuki nem nagy. Ez a kuki nem nagy. Ízre milyen? Zselés az egész anyag, és semmilyen. Semmi? Gyakorlatilag ennek sincs íze, csak úgy, mint az utána következő placentának. Aha. Az ilyen kocsonya jellegű, az gondolom. Is, igen, az úgy, a hideg húsleves. Gyakorlatilag egy ilyen, mintha kis burkok lennének összefűzve, tehát kis zacsik, ami meg van töltve valamivel. Ez volt maga a placenta. Nagyon ott jó. Már nagyon nyeltünk, de ha már ott vagy, megkóstolod. És igazából... Ezt ajándékba kaptad, vagy valaki kiszúrt veled? Nem tudom eldönteni. Tehát, hogy ez az a menj el, Feri, kajálj egy jót, vagy na, itt van, Feri, érezd jól magad, és igazából... Azért... Az igazi hülyék vagyunk, mert fizettünk is érte. Ráadásul nem keveset, egyik haverom mondta, hogy ez lesz, menjünk el kísérlet, meg tudjuk-e csinálni. Egyébként meg tudtuk csinálni a dolgot. Mert a mizófagyi tetszik a dologban, de olyan nagyon finom is volt. Az úgy jól hangzik egyébként, hogy a többi azért az úgy elég erős. Arra ment rá bíró szaktárs egyébként, hogy nem fűszerezi túl, tehát hogy az igazi eredeti ízeket érez, csak ezeknek nagyon nincs eredet. Tehát a placenta az ilyen vízízű volt. Ott maga az állag, meg igazából az agyad dolgozik marhára közben, hogy te ezt tudod, hogy ez micsoda. Így van, hogy a bíró csinálta. Meg ott a bíró keze belejött. Fúj! Úgyhogy ezen estünk túl, de egyébként nagyon-nagyon jó volt, meg tanulságos, hogy mert ezek az ételek egy csomó népnél normális kajának számítanak, érted? Az ázsiaiak azért a bogarakat, lárvákat, hernyókat, tehát brutális fehérje tartalom. Hát csak mondom, hogy a placenta odakünn, az teljesen hétköznapi, tehát tájföldön, ha látsz ilyen összecsomózott kis kiszállított szerkezetet, az mind placenta. Azért furán nézett volna a doki. A szülésznél. Tegye csak! Aha, hoztam dobozt. Nem a kutyusnasz lekesz. Nem. Csomagoljuk ezt gyorsan, egy kis fokhagymával az anyóson megpirítja. Emléma. Egy kis kerslivel. Ilyen lett, doktor úr. Ilyen. Mindjárt elvágom a köldögzsinort, csak előtte tegyük a dobozba. Ha van ami a pocakba való. Van itt valahol egy ételhordó, akár hozok kóstolót. Az anyósom nagyon finomat csinálja. Szóval ez így nem hangzik túl jól. Hát a levezetés ital alakarta, hogy látom, és egy kis mizófagyi a végén, hát egy kis gyümölcsel, hát az már ott. Az jó is volt, és megvan az új kihívás. Végbél záró izom vacsorát tervez a bíró úr, ahova szintén hivatosak vagyunk. El tudom intézni, hogy tudjatok jönni. Na, az miről szól? Végbél záró izom. Ki tudja legtovább megtartani, hogy ne menjél el a budira? Nem. Hanem, nem. Hogy azt kóstolod azt meg. Kell, azt lesz, az lesz elkészítve. A végbél záró izom. Na de kinek? Na. A na de kinek? A malacnak, a tehénnek, a bikának? Is. Tehát az összes állat végbél záró izmát megeszed. Igen, többet. Janikám, a vendégem. Én elutazom hétvégén, sajnos meg a gyereknek. Nem most lesz, ez egy őszi program. Jól hangzik, nem akarok bika segget enni. De ne, nekem tök jó az oldalas, nagyon rántott, pedig azért én szeretem a különlegességeket. Lajos picit rá. Most azt mondja, hogy ez lesz az új divat, hogy az olyan alkatrészeket, amit egyébként nem használsz, abból éljünk meg. Ugye ezeket kidobálod? Hát a placentát is kidobod, a bika péniszt is kidobod. Lyukat is kidobod, tessék. Akkor tessék! Na, csak ne a desszertnél kerülje majd az asztalra, töltsél helyett a fagyihoz. Kis rózsa. Illetve mindig utólag mondja, hogy tudod előre, vagy utólag tudod előre? Tudtuk is, hogy mire megyünk. Tehát fel tudsz készülni lelkileg, hogy mi az, amit éppen eszel. Az durvább, adott? Hogyha utólag mondod meg. Szerintem az a durva. Igen. Ízlet finom volt. Na, akkor mondjuk, hogy mivel vagy gyors. Na, akkor ez bikaságjuk volt. Hogy ízett lett a puding? Hát egy kicsit iszap íze volt. Na, megmondom miért. Vagy azért ez nem annyira szerencsés. Figyelj, zacskót vagy valami tálat tett oda? Nem kalkulálta bele azt, nem, hogy... sok pálinkát kalkulált bele, mert az segít ilyenkor. Uh-huh, igen. Már hogy bátrabban eszel. Meg az italommal a legnagyobb százalék. az engem a másik. Egy csillagászati árban van egy ilyen vacsi egyébként? Tehát, hogy húzós? Hát mondom, 16 ezer forint volt fejénként. Egy gurmé vacsihoz képest az nem egy vészes, ahol sok... azért egy menüsort eszel végig, ki van találva, fel van építve, tehát itt most ne egy brassóira gondoljunk meg, egy somlóira, tehát ezek más jellegű ételek azért. De hát nem győztél meg. Meg a pióca beszerzési ára, az például ilyen irgalmatlan drága. Igen? Aha, azt ha mondta, nincs egy erős bendegúz, az megázolt érvény. És mondtuk neki, vagy egy bodzoli. Nem lúgattad már. Gyerekek, a bodzoli beszállítója lehetne a bírónak. Hát tényleg, neki azért kell bocsánat, meg szerintem azért a bodzoli hó végén, amikor már kezdik egy kicsit kifutni, érted, és már nem fussa annyira. Szerintem ilyen extrákra, érted, mint mondjuk zacskós leves, akkor szerintem ő azért ott ráfanyolodik egy-két dologra otthon. Nála azért ott van minden.
Hát állítólag nem tudom hány milliárd embernek az élelmezését lehetne megoldani, ha mondjuk az európaiak, az amerikaiak, a dél-amerikaiak is átállnának erre. Tehát brutális mennyiségű bogár, lárva, sáska van ugye a világon, csak hát ez bizonyos kultúrákban, bizonyos országban fogyasztják csak. Protein, fehérje forrás, az ízük is jó. Csak ezt egy európai kevésbé tudja bevenni, de hogy tetszik, nem tetszik, ez alternatív megoldásként, ez a jövő. Bennültök valami multiplexbe, és akkor az Avatar 2 alatt ropogtat a család némi sóskát. Illetve nem sóskát, sáskát. Ha még csak sóskát ropogtatna, az a nincs. Nem, hát ezt Ázsiában én is megkóstoltam az összes ilyet, de hogy azért úgy nem rázott a röhögés, amikor szárított, karamellizált csótányt eszel. Például, hogy megkóstolod, ropog a lába, de hogy nem lesz szabad, igazán íze nincs. A fűszereket érzed benne, tehát attól lehet jó ízt csinálni neki, de valóban egy csomó helyen ez lehet a jövő. Afrikában is most erre mennek rá, hogy sáska, és akkor hú, tele van fehérjével, protein, minden, jól laksz tőle, de valahogy nem kívánod meg. Hát, viszont könnyebb beszerezni, érted? Mert csak elhúzod a könyhaszekrényt, érted, ott vannak meg 30-an, 40-en már megvan a vacsora. Csak a gyerek furán nézni, hogy az elkapja. Azonnal megenném, igen. Na jó van. De akkor jó volt. Jó volt. Hát nem fogsz rászokni, de egy érdekes kaland volt egy vasárnap estére. Jó volt. És most jön a segjük vacsora. És oda. Aha. Jöttök ti is. Jani csak nézni, Bali enni is. Azért ilyenkor jó, hogy vega vagy egyébként. Ilyenkor nem bánom. El tudod engedni. Bocsánat, sajnos én nem mehetek belőle. Neked is kiszedett, hogy valami. Jó, hogy fájtet kívánunk neked. Fél tíz múlt pontosan 5 perccel várunk még friss közlekedési híreket. Aztán jövünk, mi is nem sokára vissza, méghozzá a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Éberék kameráznak az M7-esen, az 57-es kilométernél Pest irányában. Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, a legnagyobb biznisz, amit más kidob, abból főzöl. Írja nekünk egy hallgató egyébként. Na, nézzük, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk azt a mentőgépkocsi vezetőt, aki... Ez a gépkocsi vezető, ezt hogy utálom ezt a szót? Mentőautóvezető, ez jobbi. Akinek ugye hát már 2,5 millióan látták a videóját, feltöltötte az internetre, egy körülbelül 7 perces kis futamot tett föl, hogy hát milyen veszélyesen élnek ők, ugye? Nyilván ez a munkájuk, ez a hivatásuk, ez elő nem büszkélkedni akart, csak megmutatta, hogy mitől át ő nap, mint nap, amikor mentőautót vezet. 6 perc alatt jutott el, azt hiszem talán Zuglóból, ugye a Kolosi térre, beteg nélkül, és 2,5 millióan látták az ő videóját. Meg talán azért csinálja, hogy tanuljanak az autósok egy kicsit, igen, nem? Hogy mit, igen, kell csinálni, ha ők jönnek, hogy tud segíteni te az úton. Szerintem jó, tök jó. Hát és óriási hivatástudata van a srácnak, Csordás Tibornak. Igen, vele beszélgettünk, és egy hallgatónk küldte nekünk a morningshow@klassfm.hu-ra, mert hogy tényleg várunk hasonló e-maileket, ha bárhol benneteket átvágnak, bántanak, tapasztaltok, láttok valamit, vagy valami furcsaság történik, nyugodtan küldjetek el nekünk. Itt egy hallgatónk is, aki elküldte az éttermi számláját, ami arról szólt, hogy ugye melyik étel mennyibe kerül. Nem is ez volt a megdöbbentő, hanem a számla végén szerepelt egy tétel, miszerint terasz fűtés 2500 forint. És arról beszélgettünk, hogy jó, nem jó, etikus, nem etikus, szeretnénk-e a saját számlánkon látni, hogy terasz fűtés 2500 forintba kerül. Ezt vitattuk meg, valamint kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, milyen furcsa tételekkel találkoztak még, amikor is étterembe mentek. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc óra pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság? Hát természetesen még mindenkinek, nekem is van sztorim. Néhány hete pont kedvenc városodban, Baján történt meg velem egy ilyen utcai bódés kávét szerettem volna inni. Teljes kávét, nem volt tej, csak tejszín, mondtam, hogy akkor 251 kávé, és mondtam, akkor viszont 2 tejszínnel szeretném inni, és mondták, hogy semmi baj, az 300. Mi? A plusz tejszín? A plusz tejszín az 50 forinttal megdobja a kávé árát. Azt de miért, mit gondolsz, ő ingyen szerzi meg? De tényleg. Abszolút nem. Tehát ki is fizettem. De amúgy is, csak azt nem tudja, hogy amúgy is 300-at adtam volna egy 250-es kávéra. Erre is rányomott egy adag tejszínt, és plusz 50? Igen. Hát azt szokták, igen.
Na jó, de ott legalább érzed, hogy kapsz valami plusz, persze, nem? Tehát a Brassóinál azt mondani, de a tejet hogy... viszont kivették a teljes kávéból, érted, hogy... De ugye akkor meg bemész egy gyors étterembe, és oda ki van rakva a kupacokba. Igen. Érted? Tejszín is, cukor is, meg a, mit tudom én, édesítő, meg a tejpor is, és felszámolnak egy tejszín. Jó, hát mindenkinek nehéz az élet, hát valahogy boldogulni. Van egy trafink az M3-oson Budapest felé a 185-ös kilométernél, ezt Levi küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 84-es főúton Lesence Tomajnál szuper trafipax van, üzeni kis Káli, köszi. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Nem hívjuk a nap hallgatóját. Jó, ki van kapcsolva? Jó, nem baj, van plusz ajándék, amelynek hallgatja akkor, hogy mit nyert. Ő a nap hallgatója, de mégsem. Ő a nap hallgatója. Milyen volt a hétvégét, Csabi? Hát nem a fogyókúráról szólt. Tényleg? Megint zabáltál? Volt az Ecseri Majár is, ahol egyrészt zenéltünk, és ott hihetetlen baráti vendéglátás. Másnap pedig Felvidéken voltam, Vásárúton, Szlovákiában, egy rétes fesztiválon, Gianni-val és mások barátommal. Ezt írtál? Hát ott, ha mindenhol, mindenből csak egy kicsit eszel és iszol, amit kínálnak, akkor reggel 10-kor már nem tudom, kidurransz és részegen fetrengsz. Tehát ennyit az ottani vendéglátásról. És előbb durrantál ki, aztán fetrengtél részegen, vagy előbb fetrengtél részegen? Nem szeretnék erről nyilatkozni. Csúnya, igen? Hogy néztem ki? De kegyesek voltak, átléptek rajtad? Vagy? Ezt kicsit vagy betakarták, hogy jöttek. Levontattak az útról, vagy? Nem, hát kipöckölték a számot, és tettek még bele. Az a szép. Milyen zenék lesznek, Csabi? Remek zenék? Képzeljétek el, egy kis rövid történet megelőzi most a remek zenéket, hogyha nem haragszotok, mert hogy tulajdonképpen mi most be fogjuk indítani a Klassz Nyár 2015-ös programsorozatot, már most. Hát május közben. 30 fok lesz holnap, azt mondták, úgyhogy indíthatod. Mert hogy ugye, ami a legfontosabb számunkra a nyáron, az az, hogy rengeteg koncert lesz, meg fesztivál. Tehát annyi lesz, hogy megszámlálhatatlan. És ezeknek a nagy részére a Klassz hallgatók a mi segítségünkkel elmehetnek, mert hogy jegyeket lehet nyerni, és most tényleg sorolhatnám a Forma 1-től kezdve a tényleg a legnagyobb koncertekig, míg a Robbie Williams is, és a David Guetta, az Avicii, az Emily Sunday, tehát mindenki, aki jön, a koncertre el lehet menni a Klassz FM segítségével, és amivel beindítjuk, az egy ilyen magyar előadónak, de a legnagyobb produkció ez ma állítólag. Május 29-én a Budapest Barban lesz a Well Hello-nak egy ilyen nyárindító bulija, vagy hát a Klassz nyár indító buli, és VIP jegyeket fogunk adni ezen a héten minden órában a Klassz Kívánság műsorban, tehát tulajdonképpen VIP körülmények között lehet, nem tudom, 10 000 emberrel csápolni a Well Hello dalaira, és ennek kapcsán, és akkor itt jön az, hogy az Apu Vedd Meg, az természetesen szól a következő órában. Jó, felhúzottad ezt. Jó, messzire indult a kutyafán. De ideig. Tessék, de megjöttél a végére, nagyon klasszul felvezetett. Így van, ez volt a mai kaminód, így verbálisan. Végigmentél, abszolút végigmentél. Égesd el a ruháidat, finiszterben. Tehát a világsztárokról fog szólni ez a nyár itt a Klassz FM-en. Hát valahogy felkevezett, nem lehet csak így nézni. Mikor van a Robi koncert? Értem én ezt, értem. Mikor van a Robi koncert? Ez a legfontosabb az egész történetben. Nem, minden nagyon fontos, az egész Klassz nyár, hogy augusztus 10. Augusztus 10? Ez így tudod fejből? Te szerelmes vagy ebbe a paliba? Nem, a felesége. Na, vagy a fele, vagy mind a ketten. Nem tudok nem ott lenni. Hát, a Laura az teljesen oda van. De kicsit te is. Én nagyon-nagyon szeretem a Robinak a zenét, nem vagyok feltétlenül rajongója például annak a melegítős korszaknak, tehát amikor a Rootbox, meg ezek a... az nem volt erős. Igen, tehát az nekem se tetszett annyira, de most ugye nem ezt hozza, hanem visszatért az eredeti Robbie Williams stílushoz, és ilyen best of műsort hoz. Nem úgy best of-ot, mint ahogy a Feriék zenében. Na hát, ahogy jön hozzánk a best of. Hétfő, augusztus 10. Hát az első napja. Az első napja. De addig neked még valójában egy rockszeted, és ne felejtsd el. Na képzeld, de most láttam, hogy lement. Elfelejtettem, most láttam, hogy lement a Roxette koncert. Már volt. Én gyerekek, én vállalom. Nyugodtan lehet engem cikizni, én kimentem volna a Roxette koncert. Elfelejtettem. Most hétvégén voltak, azt hiszem. Tudod, hogy fáj? Hogy nem álltál ott pergünt előtt. Holnap lesz. De nincs jegyem. Bejuttatunk. Jó, bejuttatunk. Holnap lesz? Ja, akkor mit írt az van újság? Jegyed? Van, adod a Balázsnak, légy szíves, mert menni akar. Jó, köszi? Joyride, micsoda? Sleeping in my car. Gyerekek, én bírom a rockszettet. De ami ennél is fontosabb, hogy jön a Totó is.
Így van. Hát, azt kevesebben ismerik itt Magyarországon, ezért szegényeket a Fecsába rakták és újra. És az oroszlán. Gyerekek, Totó koncert lesz Budapesten, arra viszont mindenképpen, meg június, nem tudom, 20-akárhányadikán Totó koncert van Budapesten. Ha holnap lesz a Roxette? Akkor még van esélyed, nem úsztad meg. A Pretty Woman betét dalára ott fog lassúzni. Kivel az első sorban. Nem, van, Csabike, nem magaddal, hátra tett kézzel. Na jó van, Csabi, jön a kívánság műsorra, 555-55-00. Ez a telefonszám, ha valaki szeretne tőled adat kérni, akkor írjatok nyugodtan SMS-t, vagy hívjátok ezt a számot, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.